Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Április 9-e van máma. Nem sokára születésnapom, alig várom már. Ezt mindig elmondom most is napom előtt. És voltam fodrásznál. Remélem tetszik a hajam, ma reméljük az internet nem fog elmenni, mert tegnap teljesen kivoltam borúva. Úgyhogy bízunk benne, hogy jó lesz máma az élő adás. Jaj, meg vagyok bolondulva. Hello. Megnézzük a hangot, hogy jó-e minden. Jó hajat, pusz, köszi. Köszi, srácok, lányok. Már itt vártátok, 6 koma, tudjátok, hogy el lesz kezdve. Jó a hang, rendben van. Sziasztok. Most az egyszer nem késtem, köszi az értesítést, nem késett. Sziasztok, vadállat dupla véves volt, te állat. Köszi. Hello, jó reggelt, most keltem, örülök. Sziasztok, szia Gábor, hello Robi, köszönöm szépen. Le fogom játszani a rappet, igen. Holnapra kész vagy hétvégére, jó? Oké, és majd látjátok. Szia Géza, sziasztok nézők. Köszi, mire gyűjtünk? Hát most üzemanyagra, jó? Üzemanyagra megyek a barátnőmért, mert itt fogja tölteni a... Hát a húsvétot, jaj. Szevasz te állat, hello, mehet a rap, lesz majd. Mai projekt, rablunk Escobarra, ha lesz. Szia Peti! Kezdődik végre a game, így van, jó lett a hajam, köszönöm, szia Vanda! Mottot nem javítjátok? Hát mármint mi a mottónk? Ja nem, az jó, az Bálintot. Reppet, toljat, köszönöm. Ma voltam fodrászna a tegnapi donételőknek köszönhetően. Állatok, Adrián! Bankot vagy boltot? Ja, netre! Igen már, remélem, szia Józsi, szia Gergő! Remélem nem fog elmenni ma az internet, ez még kérdéses, ugye? Szia Geri, szia Norbi! A pénzidő! Jó, nagyon tudjátok a dolgokat. Hello, jól vagyok, köszönöm szépen. Mi ez az új féró? Muszáj, ilyen kis dínós, ezt nézzétek. Ilyen kis dínó, nem? Azt szokták nekem mondani, hogy dínó. Úgy nézek ki, mint egy dínó. Sziasztok. Egy ékszerboltot raboljunk. Semmi baj, Béci. Most internetre gyűjtünk, Patrik. Igazad van, drága barátom. Sok kocsim van amúgy. Elég kemény most már a frakció. Katonai élet kemény, igen, a mai videót remélem megnéztétek, és mindenki jól szórakozott. Szia Gergő, köszönöm, szia Dani, Drusám, tök jó hajat, köszönöm, úgyhogy most már nem csúfóhattok. Rapp is lesz, jó? Rappel is fogunk indítani. Oké, Géza, egészségedre, iszok majd egy sört a hétvégén, jó? Oké? Most kezdődött, így van. Köszi Dani, live, egyelő jövök, helyes. Szia Geri, írtam Isten, köszönöm. Szia Vanda, köszönöm szépen a barack csegget, kezdő támogatásokért nagyon hálás vagyok. Ma nincs puli hajam. Szia Jay, és mi is nem érdekel. Ja, oké, Jay, de nehogy miattam veszek el. Köszi Béci, ugyan szoknak megvan az új kiképzés. Megvan az új kiképzés, nagy R videóra gondolok. Köszi, ezt most nem értettem Béci, drága barátom, de köszönöm szépen a kezdő támogatást. Szia Niki, sziasztok moderátorok. Jó estét! Nem sokára nyomjuk a rappet, jó? Kelem, te állat, a harmadik hónapi szponzor! Köszi, kemény volt, ahogy azt hittem, igen, Józsi, én is azt hittem. Hübü Löpnek is köszönöm. Kezdő támogatók, rap másik. Reméljük, hónap kész lesz, Laci, amúgy. Köszönjük Kelemnek a harmadik havi tagságot. Hihetetlen. A nagypapi, ja értem, Béci, köszi. Köszi Jay! Kit érdekel, mit mond? Hát nehogy ittem miattam legyen probléma, érted otthon? Köszönöm a 17 dán koronát, te állat! Papád nagyon nagy forma, igen, nagyon szeretem a papát, tök jó, hogy most tudtunk videót csinálni. Micsoda a frizurát, Imre, neked? Köszi Robi! Hát hihetetlenek vagytok! Nektek öltöztem így ki, hogy tetszek nektek! Mózes még mindig itt jártam úgy, meg ketté válma választva a hajam, de nem baj. Holnap lesz live, és szombaton is, a szülinapomon is. Vasárnap meg hétfőn nem lesz, jó? Oké? Toka szalona, éhes vagyok egy kicsit amúgy, de már nem eszek. Kit érdekel, mit mond? Ennyi. Köszi. Most nincs felvétel, Tomi. Nincs felvétel, most ugye felvettünk 10 új embert, itt Escobarra a problémák vannak. Fogalmam sincs mit, higgyek amúgy, nem sokára kezdjük. Érdekes lesz a mai live amúgy, bízunk benne. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm a támogatást, tagságot. Aki tag lesz, kap dedikáló kártyát, berendeltem 1000 darabot, húsvét után fognak megérkezni, úgyhogy tudok postázni. Ja, és ami legfontosabb, gyerekek, kinek van Instagramja? Tegye fel a kezét.
tegye fel a kezét. Van VLS-es nyereményjáték. Elmondom, mit lehet nyerni. Nazdani 0411 az instám. Elmondom, hogy mit lehet nyerni. Figyeljetek, mert nagyon durva. Nagyon durva, hogy mit lehet nyerni. Elmondom. Figyeljetek. Három ember nyerhet GTA 5 játékkulcs. Azért 10.000 forint egy GTA 5, úgyhogy... Úgyhogy ideje beszállni a nyereményjátékba. VLS-es póló, és három prémium kocsi, és egy ajándék húsvéti jármű. Gyerekek, aki játszik a szerveren, jöhet, vagy aki nem, ő is, mert lehet GTA 5-öt nyerni. Úgyhogy a Komi ilyennel kedveskedett nekünk. A vadállat Komi, köszönjük szépen neki. Töltsön a telefonom, köszi, hogy itt vagytok. Úgyhogy jelentkezzetek a versenyre, jó? Lehet jelentkezni. Köszi. Kedves vagy, Tomi, de most nincs felvétel, drága barátom. Discordon volt OC felvétel, IC már vettünk. Dani, ma adtam föl, holnap már nincs posta, szerdán fogod érni, vagy kedden, Dani, jó? Oké? Csókolom, csókolom, szia Jani, sziasztok! Kedvesek vagytok. Na, úgyhogy ott van. Ott van GTA 5 Steam kulcsot lehet nyerni az Instagramomon, nazdani 0411. Az utolsó kép, jó? Azt kell megnézni. Oké? Nézzétek meg. Ott minden le van írva. Rendben? Szeretlek. Papád, nagy arc, köszönöm szépen. Mindjárt kezdünk, Szilárd? Csak le akarom játszani a rappet, jó? Oké? Szeretnétek hallani? Kezdjük. Még nem a végleges, jó? A héten lesz kész, jó? Oké? Ki vagyok borúva, nem lesz live vasárnap. Köszönöm szépen, Zsombor, te állat. Na várjatok, itten letöltöttem. Instán van. Instán, így van. Na, megváltók rap, jó? Úgyhogy ezt fogjuk. Jajajajajajaj, a hátvakaró tánca. Fő kell készülnöm hátvakaró táncra. Jó? Okés? Na, várjatok, kijelző felvétele. Kezdő végzeznem kell. Igen, itt vagyunk. Változatlanul itt vagyunk ebbe a szép lejátszóba. Ja, tényleg Gergő, nem szóltam a Miklós. Tényleg bulldozerre kell beszélnem. Hello. Na menjen. A pénzidő. Hú, nekem kicsit hangos. Szia Benjamin, elpostáztam a kártyát. Rappelj? Én nem tudok rappelni, Otto. Az még, abban nem lenne köszönet. Bemutatom nektek a város híre bondáját. Velük beszélsz ember, jobban leveszed a sapkádat. Ha elekezem, sajnálom, a korázba ébredsz fel. Ajánlom kell időket, bejátsz az életeddel. Igen, jól hiszed, a megváltokról beszélek. Ez a csapat nagyon összetart, én nem csak mesélek. Bármi történik, egyből megjelenik mindenki. Szóval nincs más dolgot, csak őket tisztelni. Volt rablás, bankrablás, végül is itt mindegy. Jóban vagy rosszban ez a csapat, mint egy nyílhegy. A mottójuk pedig veszünk meg mindent. Ha fegyverhez kell nyúlni, ők akkor sem félnek. Jó lesz, csinálja amúgy Ricsi. Nekem mondta, hogy csinálja. Úgyhogy hétvégére kész lesz. Jó srácok, lájuk? Tapsoljuk meg Ricsit, vagy foglalkozik vele. Köszönjük szépen. Na, akkor ezt ki... Köszi Bence, Mészáros! Nagyon kedves vagy. Sajnos konzolról nem lehet RP-t játszani, jó? Laptop vagy számítógép, jó? Oké, és ez az állandó kérdés, köszönjük, hogy feltetted ezt a kérdést, és köszönöm szépen a támogatásodat. Xboxon sajnos nem tudtok. Fügy szó! Figyeljetek, YouTube-on tanultam meg fütyülni! Köszi Attila! Bomba! Bomba! Látszik, hogy a YouTube-on tanultam. Na! Srácok, lányok! Megyünk fel a szerverre. Kérek egy szerver linket. Szerver 4 IP-t kérek szépen. Mindjárt írják a srácok. Scott, te állat! Ahogy leírtam, már jött is! Ez egy állat. Félix azt írja, hogy elbagolt az összes fegyver. Az mondjuk nagyon nem jó. Félix, nincs videó. Azt az nem jó. Köszönöm szépen a támogatásokat, kedvesek vagytok, köszönöm a tag. 247 tagunk van, megele ezt a 250 tagunk. Instagramon nyereményjáték, GTA 5-öket lehet nyerni, meg VLS pólókat. Köszönöm. Na nézzük, főmegyünk. Reméljük ma nem fog elmenni az internet, akkor rosszul leszek. Hány forintos gép kell? Beírod, hogy gépigény.hu, és oda beírod a GTA 5-öt, jó? Oké? Na, gyerekek. A live-ba benne van, igen, de azt után nem tudjuk bizonyítani, hogy ő nem vette ki. Értitek? Itt ilyen problémák vannak.
itt ilyen problémák vannak. Na, megyünk föl a szerverre! Köszönöm, az új Instagram képemnél minden le van írva, hogy lehet. Hogy lehet nyerni. Oké, szia Viktor, sziasztok! Nálam van videó, érted, de utána ki hiszi-e, érted? Az utolsó képem, jó? Oké? Mennyibe került a gépem? Annak idején 3-4 kiló, 400 000 forint, most szerintem 2 össze lehet rakni amúgy. Úgyhogy érdemes befektetni. 4 év után lett meg ez a gépem, meg ez a setup, ez 7 év után. Teljesen ki voltam borulva. A nulláról, recsegős mikrofonnal, meg mindennel, ilyen 3000 forintos webkamerával, amit mondani akarok, C920-an van, ja, tegnap is mondtam, 21 000-ért vettem, most 70 000 forint a webáruházba. Durva, rosszul is vagyok. Tegnap vadállat Chris donétett nekünk amúgy 100 eurót, 36 000 forintot, teljesen ki volt borulva. Eredeti G2-t kell, így van. Jó lett a sérót, köszönöm szépen, nektek öltöztem fel, jó? Remélem tetszek. Locsoló verset? Nem is megyünk locsókodni, Robi. Nincs hang, de van. Kell lenni a hangnak. Ne idegesítsetek. 243 000, én most már meg lehet adni. Na király, szia Józsi! Leírásból ott van, nézzétek meg a cuccokat, mi van a gépemben, és akkor úgy össze tudjátok rakni, hogyha ilyen kell. Te mindig tetszel. Ez Tomás volt. Na ilyen hajam volt amúgy. Nem, ez ilyen Ronaldinho haj, nem? Ez ilyen Ronaldinho. Na nézzük! Köszönöm. Köszönöm Áron, így van. Na, betöltünk szerintetek? Ajjajjajjaj, a hús! Megérkezett a hús, meg van mindenünk. Várjatok! Várjatok, figyeljetek, mutatok valamit! Ezt nézzétek! Még nincs térképem! Na, valami újítás jött! Korog a hasam! Nézzétek, itt vagyunk. Látjátok? Itt valami újítás van. Itt valami újítás van. Meg kell néznem, nem ezt akartam. Nem nagyon értem. Hogy hol lesz a térképem amúgy. Ezt nem tudom, nem nagyon értem. Valakinek van valami ötlete? Tettvek elköltöztek? Igen. Kidobták őket a kukába. Nincs link, leírásban vannak az alkatrészek. De nem tudom, hogy a térkép hol lesz, srácok. Most el vagyok tévedve. Teljesen ki vagyok. Itt mi van? Égetik a hús. Nem tudom amúgy, zöld erdőbe jártam, így van. Hívd a kártelt. Ők már nincsenek, kártel megszűnt. M, nincs GPS-ed, dehogy nem. Ott van. Csak... Ezt nem értem. Ha autóba ülök, csak akkor van, azt mondod? Jó, akkor ezt majd meglátjuk, jó? Meglátjuk. Viszont visszateszem ide magam a szélire. Használra rakjam rá. Várjatok, GPS húzd a használra. Megpróbáljuk, srácok, lányok, jó? Megnézzünk egy autót, jó? Megnézzünk egy autót. Itt van a bázisunk amúgy is. Melyik oldalon van? Ja nem, én itt vagyok rögtön. Jó van. GPS és használ. Várjátok, ott vagyunk. Csak kocsiba van. Oké, és akkor megnézzük majd. Köszönöm, hogy itt vagytok. Jó helyen vagyok így. Instagramon minden le van írva, hogy kell jelentkezni a versenyre, jó? Eszkobár egy vadállat. Eszünk, iszunk. Éhen ne halljunk. Éppen eszek, köszönöm szépen. Jó, megiszok egyet. Muszáj itten étkezni meg inni itt húsvétra. Ha eszek meg iszok, nem tudok menni, szuper. Köszönöm, igen Dávid, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Hol vagyunk amúgy? Jó, itt vagyunk, szuper. Szuper. Ott, itt vannak a többiek, jó van. De kell, a revolver azért kell. Mert, hogy kocsiból is tudjak lőni. Jó? Hello. Szevasz Tomás, mi újság? Na, már tiszta ideg vagyok, hallom. Na! Megbeszéltük, hogy 6 órára legyenek itt a hákon, gyülekezzünk. Igen. Szerinted? Nincsenek. Össze-vissza vannak. Nincs hák. Fú, de fönn vannak a városba?
Persze, hogy fenn vannak, össze-vissza, hiába mondod nekik. Jó van, akkor majd fel egy csapunk közöttük. Amelyik nem engedelmeskedik. Sziasztok, szabadon Na, ja, akkor azt hittem az újoncokról beszélsz. Nem, hát a régiek, meg vannak köztük egy-két újonc is, de azok velük vannak akkor. Aha. A Félix is, elbukoltak a fegyverei. Jaj, itt írta nekem a világhálón. Köszönöm, András! Jó napot! Jó napot kívánok! Hello, mi újság? Semmi. Mindenki jó van? Meg vagytok dicsérve, hogy ti itt vagytok. Mi nem vagy jó, mondjad. Köszönöm szépen. Mesélj róla. Köszönöm szépen, Akan, Pu! Köszönöm szépen, e-mail címet kérek szépen. Na, hát itt lehet, hogy valaki úgy meglőtt, hogy nem emlékszel semmire, nem? Hát ki tudja. Hát, de nézze! De feldolgoztad már amúgy? Feldolgoztam. Hello, sziasztok! Szia Dominik! Szia Dominik! Szia tiatok! Dominik, jó vagy? Jó vagyok, köszönöm, te fel is vele, mi újság? Minden rendben, elég vagányú fel vagytok öltözve, ez tetszik. Ja. Itt a régi tagokkal van baj, mert nincsenek itt. Itt Tomás mondja, hogy itt az újoncok itt vannak, vagyis az egyik rész, a többiek meg sehol. Köszönöm, nem kell. Akkor kisorsoljuk AK, jó? Janus, láttam egy ember, egy motoros, nem tudom ki állt. Igen? Oda. Hol? Egy ember, ott a bal oldal, ahogy jött be az utcába, nem tudom. Valami Janus a lakót? Az ilyet azt kap, de? Hát nem tudom, de ilyen motoros volt, nem tudom. Aha, az a helyzet, hogy most már itt lehet, hogy többen tudják itt a... Aha. Na igen? Képzelj el, ma jött egy taxis, és hozott nekünk kettő ember. Milyen kettő embert? Ne idegesítsé! Túszt! Ja, túszt? Ja, jó van, ha az túszt, de a túszokat nem lehet idehozni, azt remélem világos. Nem, mert ugye én beléptem a városba, és akkor ide jött egy taxis, és kérdezi, hogy nincs-e munkát. Új, dara, mi van itt? Bújás, fegyvert elő. Mi van? Már akció van! Akkor minden mehet. Fő se érünk, de már akció van! Kimelekítsünk főnök. Nem kell, várjunk, szerintem nincs baj. Nem lesz nagy darab. Az a baj, körbevesznek és vették ránk, hozták az egész rendőrséget. Tényleg? Mi? Hogy hozták ránk? Mert ők követték. Köszönöm, akkor ezt nem hiszem. Itt a gamer cím, simán kiktok. Maradjatok, engem már láttak. Jó, kik, mennyien vannak, Félix? Egy kocsit láttam. MBS? Rendőr. Bakker. Köszi, hogy itt vagytok. Ez van, ha nagyon csapat. Kisajam le őket. Az a baj, simán körbevesznek minket. Hihetetlen. Sorsolás a kerület. Köszi, akkor nagyon kedves, hogy köszönöm. Az a baj, hogy itt már minden pozíciót ismernek. Hát az, akkor itt nem is tudunk normálisan beszélgetni. Nem. Bebújunk oda a konténerbe? Várjatok, jött egy taxi. Miért van itt a taxis amúgy? Szerintem hozott valami. De ide ne hozzanak senkit. Kinézek. Nem. Főnök, ne. Szerintem már tiszta a fej, Félix ott sétálgat, szerintem már tiszta a srácok. Ez mi? Danit hallom távolról, geci. Mi? Itt vagyok. Peti, nyugi. Itt vagyok előtted. Mi? Dani, én elmegyek, én nem is itt voltam, de hallom a hangot. Lehet hallani. Hát igen, de hogyha nem itt vagyok a közeledben, hanem kórháznál voltam, és onnan hallom, ahogy de nem hallottam, mert beszéltem az emlékszem. Igen? Megvan a feladat. Na, mi volt a feladatod? Mondjad csak. Az, hogy tegnap az Escobart meg kellett figyelni ott a benzinkútnál. Igen, mentetek utána? Mentünk utána, minden megvolt. Na, mesélj akkor. Hát igazából... Hogy bebújtunk? Sokszor nagyon gyanúsan mentek el a Leicester háza előtt autók. Többen voltak? Akkor jöttek vele többen? Aha. Meg ma betámadott minket az NVS, de nem egy-kettő, hanem 10-20-an, és szerintem ott volt az Escobar, mert full ugyanolyan ruhában volt egy polgár. Aztá! Jó van. Főnök. Igen? Nem akarom lecsapolni, szóval nem úgy tűnik, jó? Jó, oké, azért közel hajultál, nehogy lesmároljál már. Olyan meleg vagyok, mint a majom. Ja, jó van, mert homis az még nem érkezett, meg várj rá, jó? Jó. A Vick is fog jönni nem sokára. Rendben van. Bulldozer hol van? Bulldozer nem tudjuk. Jó, mivel Miklós nekem írt, tegnap elfelejtettem mondani, írt egy SMS-t, hogy a harmadik kerületben van, ugye Miki után kéne kutatnia. Mert írta, hogy kereste egy Bulldozer nevezeti fickó, de a hármas kerületben van.
Hát most... Nagyon furcsa amúgy nekem ez, hogy amióta Escobarra találkoztunk, folyamatosan jön ránk a Zsaru, meg az MBS, meg mindenki. Nem csak, de ma nem már csak kettőször. Ma már kétszer? Nem csak ők, még ki? Hát állítólag valami bandások is már próbálkoztak. Hogy néznek ki? Nem tudom, valaki mesélte itt, nem tudok pontosan. Na, nagyon durva, felmentünk a kupolára. Köszi Milán, te állat! Azokat, akik majdnem úgy olyan ruhában vannak, mint mi. Aha. Hármat el is kaptunk. Igen. Nevek, meg minden fel van jegyezve. Hú, de királyok vagytok. Egyiket hát, megszedtem. Jók az újoncok! Másik kettő az ki van lőni. Pillanat, hív Escobar. Nem, le kell zárni. Köszi Milán, kedves vagy. Hív Escobar. Na szevasz Escobar! Jó napot kívánok, mi újság, merre? Semmi, éppen itt megtámadott minket a rendőrség, aztán hol itten... vagytok, indulok hát vele itt. Az eljött, hogy ide nem lenne célszerű, hogy ide jönnéd, de most tiszta a terep. Merre, hogy mondjátok, hogy hátulról jövök. Hátulról! Az a helyzet, Escobar, itt mondják nekem az embereim, hogy itt mindig feltűnik az MVS itt napközben. És lehet, hogy te is ott voltál, amikor itt elkapták őket. Na, mit szólsz ehhez? Hát ez nagyon jó, megmondom neked őszintén, kb. 10 perce jöttem a városban. Ja, akkor lehet, hogy félrehallottál. Nekem itt az újoncok mondják, értem. Hát figyelj, én nekem, hogy mondjam neked, tehát most vagy bízunk egymásba, vagy nem. Hát igen, de tudod, hogy az embereimbe én jobban bízok, érted? Hát ez egyértelmű, csak akkor találjunk ki egy olyan utat, hogy mind a ketten megbeszéljük. Köszi! Niki, Elit Sponzor! Jövőt, hogy mi együtt tudunk dolgozni, vagy nem. Elit Sponzor! Nazdan is bögre aláírva, Nikoletta! Tehát én már adtam nektek le elég sok dolgot az Ez az így van. Tehát én nem várok sokat, egy korrekséget, egy bizalmat. Jó, oké, közben menekülünk. Merre vagytok, hogy induljak? Egy kordit küldj és elindulok arra. Gyere. Segítek pitelni bármi. Pillanat. Menjetek innen. Ne, én vezessek! Jaj! Várjál, kiestem a kocsiból, Escobar! Várjál, itt vagyok, kérlek szépen, ahol tegnap te feküdtél aludni. Jó van. Várjál, mert itt közben hallom a többieket és nem maradnak csömbbe. Na igen, hol tartottunk most tiszta? Hát figyelj, én itt vagyok, ahol tegnap lefeküdtél a városba. A húsüzembe? Így van. Jó, most menekülünk, mert itt a srácok elvisznek valami biztos helyre. Akkor ma rabolni kéne egy boltot? Ahogy beszéltük? Halló? Hát beszéljük meg személyesen ja, személyesen, jó. A telefonon. Várlak itt titeket a húsfeldolgozónál. Jó, küldj egy koordinátát, jó? Hát a húsfeldolgozó, azt tudod, hogy hol jó, van, jó, igen, tudom. De küldök egyet, jó? Rendben, köszi. Köszönöm, Ildikó, mennyi új tagunk van ma, köszönöm. Srácok, köszi, hogy kimenetikítettetek, királyok vagytok. Escobar hívott. Küldött koordinátát, menni kéne megbeszélni a boltrablást. Mit szóltok menjünk hozzá? Menjünk. Hát mondjuk... Nem tudom. Az a baj, hogy köszönöm, kezdem úgy érezni, hogy ő akarja diktálni a tempót, és ő akar mindent megadni, és ezt még ellenünk tudja fordítani. Akkor hagyjuk ki ezt szerintetek? Hagyjuk ki. Hát, vagy mi adjuk. És akkor... Vagy főnök, bocsánat, hogy beleszólok, az úgy nem jó, hogyha mi adunk neki helyet. Mármint hogy mi adunk neki helyet? Hát, hogy nem mi megyünk oda, mert lehet... De az jó ötlet, srácok, csak az a helyzet, hogy a húsüzem, ahol tegnap voltunk, azt mondta, ott vár minket. Hát jó, de most lehet, hogy oda beálltak. Mert ugye ők az MVS-esek is ott voltak, és lehet, hogy... Aha. Ott lőttek mindenkit. Most úgy érted. Akkor ejtsük Escobart egy kicsit, egy pár napig, vagy telefonon egyeztessek vele, vagy mi? Hát ma még hagyjuk Escobart, és akkor meglátjuk, hogy... Jó, viszont nekem Escobar az előbb mondta, hogy ő elég sok minden infót hozott nekünk meg minden, és lehet, hogy csalódott lesz, akkor mit mondjak neki? Nem és jó, mi van, ha tényleg ezután le fog vadászni minket? Hát, főnök, hát akkor mi vadászok le ő? Szerintem ez csak habiduma. Jó, de nektek volt ma az MBS-szel balhétok? Persze. Hát volt, és ő is ott volt, láttuk. Én ezt az előbb mondtam neki telefonba, és azt mondta, hogy 10 percre érkezett a városból. De viszont ugyanolyan ruhába akkor lehettek az emberek. De nem, full ugyanolyan, szóval fekete, sapka, minden. Full többiek nem akarják. Volt. Full ugyanúgy voltak fölöttek. Jó, figyeljetek, menjünk oda, nézzük meg, és ezt elmondjuk neki, jó? Visszamehetünk át. De lehet, hogy nem kéne neki elmondani, mert lehet, hogy a bizalmunkat elveszítjük. Jó. Találtam királyt. Jó, akkor majd én ezt így kitalálok valamit, jó? Ne aggódjatok, menjünk oda. Menjünk oda.
Hello, hello, köszi, hogy itt vagytok, köszönöm a tagságot, támogatást, nyomjatok egy lájkot, ha tetszik. Lett egy elit tagunk, nagyon hálás ők érte. Egy Nazdan is aláírt bögrét fogok az elit tagnak küldeni. Kedves Nikolátlák, és köszönöm mindenkinek. Menjünk. Itt van, ez kovább. Itt van, azt mondta. Itt van bent, igen. Fegyvert, fegyvert vegyetek elő, menjetek előre, jó? Nincs, nem baj, akkor is menjetek előre. Akinél van, az menjen, jó? Milyen fosósok? Hát én is félek Escobartó! Én nagyon! Köszi Ambrus Márk, kedves vagy! Nagyon hálás vagyok a támogatásért, köszönöm szépen! Figyeljetek, figyeljetek, figyeljetek! 5 percenként életre lehet fogadni. Figyeljetek! De dedikáló kártyát is kap! Egyértelmű, meg bejelöm Facebookon is! Adjad neki, papi! Én félek, én tényleg félek Escobartó amúgy. Ez egy állat amúgy ez az ember. De amúgy nagyon jó RP-zik, imádom. Nem tudom, ennyire nem adottat ilyen jó. Itt a húsfeldolgozó. Jó, megnézem, hogy hova küldte. Na cső, itt vagyunk az épületbe. Ja, de jó, én meg már itt várok, elbújtam már fönt. Ja, gyere le ide a húsokhoz. Rendben megyek, hello. Escobar, jön le a húsokhoz. Menjen főnök, biztosítottam. Rendben, köszönöm. Szép munka. Ez ki volt? Bizonyítani kell. Hello? Ez. Ki vagy? Mi az, hogy ki vagyok? Hát nincs, kiírta a telefonszámodat, nem azt írtak, hogy jaj, vágyni. Jaj, várj, ez a kamu telefon, várj, mindjárt vissza. Mi az, hogy van kamu telefonod? Nem, a kamu telefonszámom van, amit ezeknek a sügél szaroknak kellett megadnom, kívánok. Mert a nyomorék embered beköpött mindenkit. Micsoda? A Escobar. Tényleg? Most találkozik. Jó, oké, leteszem. Na cső. Jó. Na szevasz Escobar. Na mi a gond? Fú, hallod, itt több gond van, mint gondolnánk. Tiszta a terep, hello. Na, akkor hallgatok, mondjad. Hát itt az a helyzet, hogy itt a srácok, meg itten összebeszéltünk itt a srácokkal. Ugye, nagyon-nagyon tényleg profi vagy, le a kalappa, a 20 emberünk nem tud annyit, mint te egyedül. De arra jutottunk, hogy nem szeretnénk veled dolgozni, mivel szeretnénk saját magunk fejlődni itt a csapatba. Viszont az információké, meg a fegyvereké cserébe, meg ugye amiket mutattál, szeretnénk valahogy kárpótolni téged. Viszont ezt még nem tudjuk, hogy ezt hogy tehetjük meg. Mit szólsz hozzá? Én igazából ebből egy valamit nem értek. Akkor minek húztuk egymás idejét eddig? Hát azt elmondom neked, Escobar, mivel én szerettelek volna. Egy egyszerű viszont... kérdést teszek föl neked. Te vagy a főnök, nem? Így van, de én akkor szeretem, így van, de én szeretem megvitatni a többiekkel, a kisfődökökkel, meg mindenkivel ezt a témát. Egy kicsit tartunk tőled, hogy őszinte legyek. De mitől tartotok, srácok? Ide jövök nyíltan elétek. Ide állok. Ez a fura! Escobar, ez a fura! De, srácok, őszintén, amit elmondtam már, nekem mi vesztenivalóm van? Az a helyzet, hogy egyre többen vadásznak ránk a városban, és egyre több az a helyzet, itt amikor nem vagyok a városban, akkor is mondják a csapattagok, hogy egyre többször kapnak támadást. Eddig ez nem fordult elő. Figyelj, tehát egyet mondok nektek, telegetitek a szárnyatokat, egyre többen vagytok a városban. Mit vártatok? Szerintetek mi, annó, mivel küzdöttünk jobb meg? Jobb felső sarokban, fizetős tagságnál lehet érdikó. Miért kellett folyamatosan ruhát váltogatni? Elmondtam, hogy az embereide szólj rá, hogy kérd meg őket, hogy váltsanak ruhát, ne egy ruhában, ne ugyanabban a ruhában mozogjanak. Szerintetek? Így mit van, ez fog ma megtörténni. Ruhát biztos, hogy kell váltanunk, mert mivel van még egy olyan csapat, aki ugyanígy néz ki. Tehát köszönöm, Milán, hogy így összekeverjük egymást. Ezt mondom, de tudom, hogy titeket akarnak elkapni, csak ugyanaz a ruhátok. Értetek, mit mondtok most? Az, hogy éppen összehoztok egy olyan szállat, ami nem én vagyok, és rám traktáljátok ezt, ezzel most megmondom őszintén, ez nekem nagyon szarul esett most. Én korrektül ideállok végig veletek, végig csinálok veletek mindent. Ha kell, darálunk, ha kell, nem darálunk. Igen, igen, ezt tudom. Tehát én úgy gondolom, hogy pont ebben az időben jönnék nektek pont jól. Pont ez a tapasztalat, ami mögöttem van. Ez biztos, de mint mondtam, egyedül szeretnénk fejlődni. Kell egy tapasztalat, de szeretnénk megismerni mi ezeknek a dolgoknak a folyamatát. Tudod, a hibánkból tanulunk. Én értem, hogy a hibátokból tanultok, csak az mennyi ember életet fog követelni? Hát igen, ez ugye kérdés, igen.
Ez egy tök, á, nagyon jó. Hát srácok, én nem tudok erre nektek mit mondani. De viszont, én arra gondoltam, itt a srácokkal megbeszéltük ugye békésen, hogy telefonon viszont tartatjuk a kapcsolatot, és ha van balhé, akkor viszont számítunk rá. De viszont ezek után te lehet azt mondod, hogy kösz nem. Hát őszintén, te mit mondanál az én helyembe? Kiraktanak te olyan dolgokat, amit én azért elég neccesen szereztem meg. Tehát én azért párszor sűnre vittem a bőrömet, hogy információkat hát szerezzek de... meg. Amit én önként itt talóval átadtam nektek, egy bizalomért azért vére tartozok egy csapathoz. Nem tudom, hogy milyen kivetni való van az, hogy én nem kerültek be hozzád. Az, hogy én tapasztalt vagyok, én ezt nagyon egy olyan indoknak érzem, ami nagyon ilyen hátulról jövős. Tehát nincs olyan indokod, ami miatt engem ne tudnád bevenni magatokhoz. Tehát én mindent mondtam nektek, hogy úgymond nektek megfelelő legyen. Erre arra célzok, hogy nem szeretném látni a központi területeteket. Így van, így van. Tehát én ennél jobban diszkrét nem tudok lenni, hogy megbízzatok bennem. Így van, ezzel nincs is baj, csak tudod, itt már megint az a furcsa, hogy tényleg maximális hogy én tényleg maximálisan bízok benned, tudod? Én tudom, mondok neked egy egyszerűséget, hogy már szerintem biztos fölmerült mellettetek a kérdés, hogy miért pont hozzátok akarok kerülni. Így van, mikor te egy elég, vannak azért lehet, hogy itt... egyszerű, igen? Mondok egy jót. Azért én szaladgálok én a városba, látok mindenfélét. Bennetek láttam egy olyan potenciált, ahol érdemes lenne becsatlakozni. Érzelmi zsarolás! Akiket úgymond lehet formálni, hogy ugyanazt a nagy hírnevet vigyük föl, mint régen. Hallottam most, hogy fülembe jutott, hogy kocsikáztam egy picit a városba, hogy visszajött egy régi szövetségesünk. Na! A Dark Africa. Hoppá hoppá! Tehát én jó, ismerem személyesen hoppá, hoppá. A líder hoppá, hoppá. Jobb és bal kezet. Hoppá hoppá! Akkor tényleg krómos is volt. Ismernek engem. Nem? Volt egy-két harcunk. Együtt? Egy oldalon mentünk. Ők, hidd el nekem, ismernék ezt a ruhát. Ők egybe mondanák, hogy na a 18-as megjött megint. És azóta te találkoztál velük? Nagyon még nem volt szerencsém összefutni velük a városba. Aha. És akkor újra te szövetségbe akarsz velük kerülni? Vagy hogy lesz ez? Nem. Semmi? Semmi, csak hogy... az, hogy visszajöttek. Tehát mert ugye mi ugye az új csapatta, ugye nem tudjuk, hogy mi a helyzet, hogy mi most itten ledaráljuk egymást, vagy nem, érted? Figyelj, a Dark Graphicáról elég sok információm van, miért a szövetségben álltunk, tudok róluk mindent, ki a főnök, ki nem a főnök, ki ott, akivel érdemes kezdeni valamit, ki az, akit nem, kit kéne elkapni, annak, kit nem. Kérlek. Voice chat-ra shit kell csinálnom. Adtam velük a tezelben. Ők is diszidáltak. Nekem is. Oké, most jó. Most jó? Nem. Aha. Mit? De most jó. Jó? Bocs, azt kiírt egy interruptit, bocs. Igen, jó. Na, akkor váltsunk vissza a vizét. Két hónapja futottam velük durván össze. Mielőtt diszidáltak a városból egy időre. De most így fülembe jutott így, ahogy egy embert elkaptam, szépen beszélgettem vele finoman. Mondhatni, hozzám értem finoman. Belbeszélgettem velük, és összefutott velük már. Ők megvannak. Ha jól tudom, még mindig ugyanaz a hákújuk, ami régen volt. Én úgy gondolom, hogy tett tudnánk akár velük is egy jó kapcsolatot ápolni. Na, és mi van, ha ők nem akarnak itt senkivel se közösködni? De ezt majd ezt én intézem, jön meg ugye nekünk van egy szövetségesünk, és itt a városban... Igen? Hoppa, mondok nektek erre egy jobbat. Ők jelen pillanatban most szerintem elég a padlóról fognak indulni. Akkor miért nem segítesz nekik? Mert én megmondom őszintén, a Dark Afrikához sose húzott nekem a szívem. Tehát probléma volt, vagy mi? Nem, szövetségeseink voltak. Parancsba volt adva, hogy szövetséges, innentől én elfogadtam őket, vagy szövetségesek. De az, hogy én olyan szinten, hogy jóban legyek, vagyok, hogy tartozok hozzájuk, azt nem. De viszont még az a kérdésem, hogy itt ugye 18 utcások voltatok, ugye? Azt mondtad. Hogy akkor te miért nem voltál főnöki pozícióban, hogy te így kenyed vágod a dolgokat? Tök egyszerű, mert szerinted, hogyha én csak egy katona fölött voltam, aki fölöttem volt, ezt hogy toltam? Köszönöm, Petteti! Ilyen egyszerű. Oké, Ildikó, live után írok. Van egy kis probléma, hogy amikor egy akció van, egy kicsit leszűkül a látásom.
nem tudok úgy mérlegelni olyan szinten még, mint ahogy a fölöttem a főnökeim csinálták. Aha. Ők olyan szinten átláttak mindent, meg olyan szinten tudták előrevetni a lapokat, amiben én nem tudtam belegondolni. Itt is minden. Ez a csáv, ez egy állat. Az, hogy tegyük fel egy rablásnál, ki jó a pozíciónál. Ők nem mondták, hogy miért, oda kellett állnod. Ők onnan tudták, hogy miért. Ők tudták. Ah, akkor ők még jobban nyomták, mint te, mi? Így van. Tehát én hozzájuk képest egy kis halacska vagyok még. Akkor tényleg kemények lehettetek. Tehát nem véletlen volt ilyen hírnevünk. Nem véletlen tudták azt, hogy íbazd meg, megjöttek a krómosok. Íbazd meg, itt van papi, basszus, mi lesz itt most? Krómosok! Akkor fétek tőletek, mint az állat. Hát én voltam ott, kérlek szépen a 18-ban az az ember, akit ha már beküldtek vallatni, ott gáz volt. Aha. Engem mindig gyeplővel fogtak, egy kést adtak a kezembe, én onnantól szabdaltam. Üvöltözték, hogy papi, bazd meg, állj meg! Ne menj tovább. Amúgy megölöm a getibe, amúgy kinek képzeli ez magát. Aha. Innentől én vittem tovább. Akkor már full profi ez az állat! Lága jó főnököm, hogy na, gyere papikám, alkossá. Nem akar beszélni. Én mentem, beszéltettem. 10 perc után már beszélgetett. Jó, gyors a darúba egy lógatás, onnantól már beszélgetett. Amelyik nem akar beszélni, ott szépen fölállt lent a csapat. Lent a földön. Mondom, jó, elvágtam a köteleket, hátba rúgtam, hogy esett le, amely kapta a sortizet. Bocsánat, Tomás, kinézel? Ciao száma megvan, mert jönni fog ciao. Megvan, igen. Hívjad már föl, jó? Most? Igen, mert ide tart, lehet, hogy fél, hogy itt vannak kint, érted? Oké, jó. Köszönöm, Bekecs, itt vagyok. Túl jó a meggyőző képességed, ezt van. De most figyelj, nem értem, hogy mi... Tehát őszintén, tehát... De várjál már, Eszkobar, neked az nem furcsa, hogy valakivel elkezdesz találkozni, és utána rajtad van folyamatosan az MBS? Figyelj, tehát miáltal ti mondtátok, hogy itt eddig szépen be akarjátok venni a várost. Így nem van. Értem az, hogyha az embereid mozognak a városba, egyértelmű, hogy feltűnőek. Ez tehát így ugye... van, feltűnőek, de nem csinálnak nagy balhét, érted? De... Meg már a helyünkre is jönnek oda a zsaruk, most is az, hogy onnan kell egy menekülnünk. Egy egyszerű kérdés. Mi a HQ-tot mikor használtuk? Igen. Szinte soha. Soha. Nekünk a HQ azért volt, hogy ott megcsináltuk a szevérszerződést, és mi annak kívül oda nem mentünk. Nem véletlen. Tehát minket ezért nem bírtak megfogni. Semmelyik illegális banda nem tudta, jó. Hogy nekünk hol van a HQ-nk. Nem véletlen, mert ez ki volt arra parancsva. Egyedül főnök, vagy főnök helyettessel mehet a HQ-ra ki. Az, hogy ti az újoncotokat beviszitek a HQ-ra, és ő azt hiszi, hogy jaj, bemenekülök oda, mert éppen kerget valaki, onnan már egy információ elment. Hát így van, és akkor és így az, megy tovább. Az, hogy ezt velem hozzátok össze, hogy ezt én csinálom, ne arra ugye ez nekem most nagyon szarul esett. Elhiszem. Hát biztos nehéz, de tudod, hogy itt így mennek a dolgok. Én nem értelek titeket. Sokszor én se értem itt a csapat többi tagját, de azért vagyunk, hogy együtt megcsináljuk a dolgokat. Óvári Tamás, köszönöm! Én nem tudok erre nektek mi más mondani. Figyelj, Eszkobár, akkor hogy tudunk kárpótolni ezekért az információkért cserébe? Mert egész jó, itt nagyon... Tudod, mi tetszik nekem a legjobban benned? Pillanat, csörög a telefonom. Rendben. Csővidó! Szia, Pali! Merre vagytok? Tudod, hol van a húsüzem? Van egy sejtésem. Jó, hívd fel Tomást, jó? Rendben, ő megmondja. Csá-csá! Pali! Ez kicsoda? Na szemben Schaller Paller! Hello, ki vagy? Mi az, hogy ki vagyok? Hát nem tudom, nem láttalak még. Nem emlékszel rám? Nem. Az öreg kapóra! Nem tudom, tedd fő a kezed! Tedd fő a kezed! A telefon. Hogy jött ide be? Nem a rádiót, a telefon, majd ledobom a fölé, széttöröm. Hát a társaik egetek, pirítsed le! De milyen társaim? Hát tudom, hogy itt vannak, de mondjad, ki vagy! Jó, oké, készorítok a torkodhoz, kezdje nagyon szépen óvatosan dirigálni, jó? Bocsánat. Na, mit keresel itt? Na, ne ezért te hülyének, ne nézzél már itt minket, jó? Ki ez? Nehogy véletlen kicsit megszabdalja, amit a lábad. Ez Vén? Alfa. Jó. More.
legugolok, legugolok, én szépen odarakom a vádlithoz, belevágok szépen egyet, és visszapattat kivágok, öcsém. Na, kezdjél már csiripelni, hogy miért pont ide jöttél akkor? Hát nem mondjuk, hozzájuk! Kezdjél már valami olyan infót, hogy el tudjuk dönteni, hogy ide tartozol. Johnny vagyok! Johnny vagyok a megváltókból! Johnny vagyok a egyről, aki beteszi neked egyből, vagy mi? Megváltókból, te szerencsétlen szar! Mutasd egy személyt nekem, jó? Vedd le a bilincset, mutasd meg, mert lehet, hogy közülünk való. Te! Így ide jössz kések! Te, figyelj meg, legalább normális öltözetbe gyere már. Menjetek már szebb egy... Van egy tagunk, aki így szokott felöltözni amúgy. Jó, fegyvert tegyetek rá. Mutasd meg a személyid! Öcsém! Dwayne-el, be! Nem sokára jön, csáó. Oké, okay, beszéltél vele? Aha, itt van a hátsó bejáraton. Schaller, Paler, mutatom akkor! Schaller... Ja, jó. Velünk van. Schali, Pali! Jó, hát ebben a ruháról fölismertelek, de hát alig szoktam látni az arcodat, te állat. Hát már befestettem a hajamat csak! Hát figyeljetek azért! Figyeljetek már, rakjatok már combjára, vagy vádjára valamit, mert kivágtam belőle egy darabot. Rakj, hát közd már be! Közd már be, Tomás! Köszi! Van még egy személy közülünk. Jó napot! Jó napot! Hello, ciao, hello! Szép estét! Na, mi újság, ciao? Hát hallod, van egy kis problémánk. Elmondom gyorsan, rövidve neked, jó? Nem tudjátok, ha valaki a nyeszedéket? Hallod, várj egy kicsit. Figyelj, itt van előtted egy tag. Az ruházata ismerős? Kicsoda, ennek? Na? Nem, mit tudom én. Hát kicsit lehet talán. Annyit mondok neked, hogy krómosok. Viszmelősz a hangot, te honnan? Szerintem... Szerintem nem beszéltünk mi már egyszer vagy kétszer? Hát azt mondom neked, hogy 318. Hallod, Csáó? A nagyfőnök mondta, hogy te valami farmos voltál, nem? Itten nekem mondta, itt az Escobárnak hívják, hogy itt vadászott a farmosokra régebben. Volt egy-két nagy. Hát én nem tudom, egy kicsit elismerős a hangja, de elmutatott honnan. Mi egy kicsit tartunk tőle, itt a nép ezt próbáljuk megbeszélni. Nem tudom, már dolgoztam én máshol is a farm után. És ha a maszkot leveszi, akkor nem ismered meg? Hát a fenet tudni. Losz az arcba múlni a maszapat. Ja. Csáó, igaz, Narugu, csáó. Mester Gamer, köszönöm! 10 rot! Figyelj már kicsit. Mondok neked egy olyat, hogy... Hát, kit mondjak neked? Ők ismerik egymást szerintem. A főnököteket egyszer megcipőztük nagyon csúnyan. Elkaptuk egyszer egy kicsit. Hector, vagy hogy hitták, nem ott eszembe írtam. Nem tudom, volt is szokta. Köszi, Bogi, szia! Nem, ilyen. Hector volt, vagy hogy hitták ki, a Mikulás ruhába szaladgált. Igen, tudom. Utána jött valami másik helyettes, az... Nem tudom, hogy hívták. Micsoda helyett, azt tudod, Tercius, igen, de én nem tudhatom, ugye én nem tudom. Még volt egy nagy összecsapásunk, én azt hála Istennek túléltem. Ott a, hogy mondjam neked, melyik volt az, ahol van kint a reptér, a főzött ott a dombon. Ez kezd izgalmasabb lenni. Igen, tudom, a nagy mészállás, így van. A faszt, emlékszek. Nem kiszoptunk. Mi kiszoptuk a faszt fel? Hirtelen 30 ember elszaladt a városból, mert valami történt. Ott volt valami nagy bal... Erre emlékszek, ez egy nagy balhé volt, tényleg. Sajnos. Kaptatok, szokolyot kaptatok szekvállal. Milyen sok golyót kaptunk, te mi van veled? Egy emberük leszerezt nyújtott tőletek. Mit? Te mi van? Maradék, amelyik... Az 30 ember, amelyik elfutott hirtelen a városból, mert eltűnt a... Nem szeretem, hogyha meghazudtam. Halljátok, amúgy csáó, annyi a lényeg, hogy ugye most már ugye itt Escobar azt mondja, hogy itt a csapat az feloszlott, vagy nem tudom, elment mindenki a dolgára, azt Escobar... Nem, úgy is szalok voltak. Mi van veled? Pászlóra beletetek terrorizálva nagyon. Szia, Komi, hello. Azért, mert mindig ezért szokan jártatok rá képen. Köszi, Milán. Mindig egy emberrel elmentetek. Látom, nem tetszik neked az, hogy mi csapatban nem, azok tűnt. Nekem az nem tetszeni, hogy én téged nem a 18-ból is menni vagy, én nem tudom. Nem ugrjuk be. Hoppá. Hát, én tudom, hogy hova ment a 18-ra, tud mondani. Csáó, jó, hogy jött. Ez az. Na, hova mentek? Átmentek az MVS-be, hallani róla, bejöttünk. Húha! Tényleg? Te örülök ennek, mesélj már nekem, hogy... Erre kíváncsi vagyok én is. Na, mesélj már nekem. Mikor lementem válaszba. Lebukott! Egy szomortagot, ugye volt egy kis izé velünk. Lebukott! Az MVS-nél dolgoztam meg, ilyesmi. Bementem hozzá, dolgoztam ott kicsi. Egy-két óra talán.
Na, hiszen akkor volt egy olyan a végén, hogy ott valami nagy izé, valami nagy, mi a pöcön, pici paci, falukkal, meg mi. Azt akkor a végén az lett belőlem, hogy izé, tőletek nagyon sokan váltak oda. Ki álltad te? Hallani, szok elő hallani, hogy úristen, figyelj, már egyszer hallottad? Mondom, mit csodát? Azt mondta, hogy hallottad tőle 18 szokban állni a szemvészbe. Mondom, mi honnan? De figyelj már kicsit, hoppá, te hoppá. Szerintem összekevered egy másik ciao, videót. Ciao! Te állat! Nem tudom, hallani, emlékszek, hogy izé volt rajtuk, ilyen tornacipő, meg ilyen izé, buzizott, fehér. Mi van veled? Ilyen ruhánk sosem volt te? Egyenleg a legjobb. Segítek neked egy picit. Na? A miraglia csúszott át. Hát nem tudom, csak, annyi, csak azért gondoltam, hogy miért nem, mert annyira felemelted a hangodat, olyan gyanús. Nem vagyok gyanús, csak nem szerettem, hogyha hülyének néznek. Tudod milyen gyanús vagy, mint ennek az embernek a pólója? Az nem is egy gomba. Az nem gomba, az biztos, hogy nem az. Oda ez egy gomba, az meg a tetején, izé, miért kivédek közben szemmi igazságban, ez benne érteni. Csáó, az a baj, nem értelek. Nem értem azt, hogy miért keversz egy szart. Én nem tudok, szerintem én mondom, amiket hallani. Csáó, ez most jól jött. De miért hallasz ilyet? Már nem is értem, mert nem is hallhat. Nekem lila a kollégaként mondani, nekem egy-két dolgot. Igen, akkor egy kicsit szót kaphatok? Persze, mondjad szót. Az a helyzet, hogy van ugye nekünk a cucu a csapatban. Malak? Igen. Eszkobar lehet, nem is. Az a csúnya ember, ja. Múlt, amikor raboltunk mi egy bankot, ugye? Igen. Akkor bejött egy bizonyos túsztárgyaló. És az a túsztárgyaló levette a maszkot magáról. Igen. És én azt a infót kaptam ma a cucutól, hogy az a túsztárgyaló az te voltál. Tényleg? És ma? Ő tudod, beszélt veled. Tudod, mikor jöttem be maga a városba? Cirka 15 percet. Ez nem még ma. Régebben, ilyen nagy bankrablásnál. Igen. Bankrablásra tudod, mikor voltam utoljára? Kérlek szépen, még akkor nem tudom. Csáó, szerintem te... írtam... Igen, hát te vagy, hogy új a hajam. Dante, micsoda nevek jönnek itt elő? Én utoljára beleraboltam utoljára bankot. Utána. Jó, de nem arról van szó, Escobar, hogy te raboltál, hanem hogy te jöttél be, mint MVS-es, azt mondják a srácok. Nagyon jó, te egyen meg azt a kicsi lelketeket. Most mit kell tennem, hogy elhiggyétek, hogy kurvára nem vagyok. De érted, utána... Nekem lenne egy ötletem, na, mondjad, ciao. A palikának bekapod a faszát. Ne legyél szemtelen. Alod, itt már elkezdtünk bízni benned, azt jön ciao, az főkavarja a szálakot. Azt tudod, hogy egy ciao-nak előbb hiszek. Tehát ne legyél szemtelen, ciao. Nem tudom, én igazából Fidel, nem mondom nektek, hogy őszintén, hogy én bennetek szoszabíztam meg, mert mindig alapvalók voltatok. Hoppa! Mik voltunk? Alattvalók! Mockoszok milyen alattvalók voltunk, te bánik geci? Mikor emlékszem arra, és mikor még az MVS-nél dolgoztam, úgy képzelnél, kötni veled biznisz, amúgy igen, hogy az információkat adni, ki volt ilyesmi. Hoppa! Aztán előttünk nagy balhét színál, mert kimentem, azt fejbe lőttem egy szomó embereteket. Hoppa! És mi lenne, ha levennél a maszkot? Már egyszer levettem, mi láttuk, hogy néz ki. Lehet, nem kéne csinálni inkább. Nem akarom, hogy elszedezzek. Hú, gyerekek. Én tudom, hogy milyen... Én tudom, milyen volt a 18, csak azért mondom. Na, akkor meséljél. Mutasd már be nekem. Itt vagy tapasztalt ember, Escobar, azt mondjam. Szerintem, ha te egy szóba eszek, én foglaljam. Köcsögök. Hogy mondod? Mondd még egyszer a 18 nevét. Mondom, köcsögök. Hagyd Escobar. Srácok, fogjatok rá fegyvert. Vedd még egyszer a szádra. Jó, Isten. Eszkobár, tedd le a fegyvert, Eszkobár, tedd le. Rádió, jöhetnek be az egységek. Mit szó? Aszta, ez egy állat! Ez egy állat, ez az Eszkobár! Kurva, Mentő, gyorsan! Ne beszéljetek így! Ez mi volt? Ez mi volt, srácok? Ő admin, ő tudhatja a szabályokat, úgyhogy ez biztos szabályos volt. De ne beszéljetek már ilyen csúnyán! Melyik csapattársam beszél így? Mi az? Ne beszéljen így! Azt! Ez egy állat! Ez nagyon jó RP volt! Fejbe lőtte a főnököt!
Ott van a földön. Ez egy állat. De mondtam, hogy tegye le a fegyvert, de igazából nem PG volt. Igazok mentőt azonnal, gyere, mentőt gyorsan. De eljártam Csáu elé. Hívjuk a mentőt. Eljártam Csáu elé. Már hívtunk. Köszönöm Lajos, Nadi Csáu. Minden rendben lesz, nyugi. Mindjárt, hogy jön a mentő, jó? Fasz lesz minden rendben. A palit fejbe lőtt. Nem fejbe lőtte, nyugi. Mindjárt a mentő. Hívjátok a mentőket. De jó, kiabáltam rá, hogy Escobar tedd le a fegyvert. Én tudtam, hogy nem kell bízni. Jó, szép. Szerintem vannak még emberei, mindenki. Ez jó volt, ez kemény volt. Ez szerintem is jó volt. Gyerekek, hozott Escobar nekünk egy jó RP-t. Ez jó volt. De valami kis pisztolyt nagyon gyorsan. Mindjárt. Én PG-ztem, én hősködtem, hogy eljártam mi? A többieknél nem volt fegyver. Haló. Nem volt a többieknek fegyverük. Kulva isztem megbaszni. Ne beszéljetek már. Bocsánat, chat, nem tettek róla, hogy a többiek csúnyán beszélnek. Köszönöm, szia. Lelőtték a főnököt. Nem áll. Csáó is kapta. Jó, mentő szerintem. Egyetlen egy valaki menjen ki, hozza be a mentőt. Gyerekek, ez nagyon jó volt. Tetszett, chat? Escobar, ez egy állat. Leütöttem a palit alla. Jó, hogy nem vettük fő, hát itt tiltáltam, hogy menjünk fő. Ez egy állat. Ez a fehér ruhás, ez ki a faszom? Kurva anyját. Ez kucsoda. Amúgy engem elkezdett. De amúgy, csáót, köszönöm szépen a támogatást ismét. Köszönöm. Ha nem, akkor... Ez egy állat. Tomás is kapta. Ászta. Köszönöm szépen. Ez komoly volt tényleg. Csáót akarta lelőni amúgy, de én... Ha nem állok elé, és lelövi Csáót, rögtön lelövöm Escobart. Köszönöm, Márk! Meg engem is lekött, óriási formát vagy. Köszönöm, Márk, nagyon kedves vagy. Gyertek. Igen, majd szólok, de Tomás is meghalt, és Szláva is. Ezek elkezdték ütni kézzel amúgy. Tegyétek el a fegyvert. Ezek elkezdték ütni amúgy. De halljátok, Csáóra ideges lett, és én meg ráfogtam a fegyvert, hogy tegye le Escobar, mert ottan elkezdett itten idegbe, átment idegbetegbe, és lőtt. Ez nem volt normált, minden, le volt erpészve. Főszólította, még egyszer ezt mondja, akkor baj lesz. Négyen ütötték. Hogy visszak is aranyos. Az urat lássa el valahogy. Van pulzusom! Van pulzusom! Ha járkáljátok panat, hogy fel tudja szedni. Baszki, az a baj, nem látom a panát. Van pulzusom. Ezt, de Csáót ismerte, igen. Csáó elkezdte itt szídni, és azé. Gyertek arrébb. Hogy alattvaló, meg ilyenek. Ez kemény. Megkezdem a vizsgálatot. Egy milliót fizetek a felszedet. Gyere be. Ez jó volt. Gyere be, ott van. Ez jó volt. Ez tetszett. De az impulzusom volt, ne! Ne, Tomás meg Szláva az alléder, és nem tudja kivenni vele belőlem a fegyvert. Nem mondtam semmit, ezt a Csáó leleplezte. Mit lehet tudni? Ezt nem hiszem el. Sajnos fejbe lőtték az urat, nem menthetetlen. Fejen kaptam, bakker! Nem igaz. Azt ne! Hölgyem, azt ne! Hölgyem, alszik! Rendben, megkezdem a vizsgálatot a másik. De hölgyem, ne szedje fel! Nem tudom megszakítani egy részt, másrészt... Főszedik a... Akkor meg lesz tőle megint. Nem, hagyjátok. Felszedik Escobart. A vizsgálat alapján sajnos felsérülése van, ami mentetett. A bakker, engem meg fejbe lőtt ez az állat. Azt a rohadt, már bocsánat. Jó, rendben, becsomagolom, értesítem a szájtókat. A másik urat is itt a piros ruhába, őt is kérem. Ez kemény. Veszek elő még egyet. Ez kemény. Na mit szóltok hozzá? Ez az Escobar, ez egy állat. Hozott nekik egy jó RP-t Csáóval, köszönjük neki. Ez egy állat. Most OC szeretnének megkérni, hogy légy szíves, kicsit próbálj meg. Nyugi már ne sírj! Köszi Félix! Tomásnak sír! Tomi ott sír! Tomi jó! Várj, nem tudok nem őket vizsgálták már. Főnök, ez nem hiszem. Tudni, ez egy állat! Főnök, azt a gyerekek! Óriási!
A temetésemre gyűjtünk a játékba, a Matyika temetésére. Isten, mi van itt? Te megcsináltad. Bakker, nem is tudtam gyorsan kapcsolni, hogy Escobar felemelte a fegyvert. Ciao, ciaóra nagyon ideges lett. Nagy történetet tesz meg. Ja, csáó, ott akartad, mi is van ez? Ki az, aki még nem volt megvizsgálva? Gyerekek! Ez a fehér ruhásod, nézzük már meg még egyszer. Köszi Erik, jó estét, sziasztok! Nyomjatok egy lájkot, ha tetszett, chat! Halod? Mi is halod? Hát ez nem igaz. Nem igaz. Mi ez a zene? Mit érjél már? Jöjj gyerek, álljál már föl! Mi ez a zene? Halod, álljál már föl, jó gyerek! Légy szíves! Önök, ez nem igaz! Na minden nem vagy te értelmes. Na, hallod? Hogy hívnak téged? Ott volt Kobiaszi. Scott, fehér ruhástól fogozz el mindent. Várj már meg még a mentős végéget. Hallod? Ez hihetetlen. Kicsit álljál meg, jó? Légy szíves. Ez Kobi? Kobi, ezt nem hiszem el. Ez egy állat. Megint csinálj nekik itt a hangeffekteket. Nazdani 0411 az Instám, van nyeremény játék, Steam kulcsokat lehet nyerni, GT 5-öt, 3-at. Ott jön valaki. Jön a nagyfőnök. Jön a nagy főnök, ez egy állat! Jön az Isten, itt van Isten és fel fogja éleszteni, ez az. Nem, nem, a... Van túsz? Jó, van. Komi. Hordófej. Igen. A fehér ruhástól vegyél mindent, jó? Fehér ruhára? Igen. Szép szapot. Ezt nem hiszem el. Nem van. Az a szépen rössön minden egyes. Álljál meg, álljál meg! Ez egy állat. Minden egyes... Ez nem tudom mi lesz, srácok, lányok. Főnök, rendben lesz minden, itt van. Fel segíteni fognak rajta. Tony meg imádkozik! Azt a... Én nem Warbert elvettem tőle. Az a megjelenés. Ezek egy állatok amúgy. Nem igaz. Mit döksz? Főnök, másik főnök. NVS, ötös boltot. Főnök az elvérzett és nincs sem pulz. Azt a... Semmi baj nincs. Nem tudom, nem. De van baj, mert az a kis Escobar, az még mindig életben van. Talán mit tisztizel, hm? Mindjárt megoldjuk, nem tudom. Mit tisztizel? Próbál magam összeszedni. Azt a... Csiratjuk a főnököt. Jelen pillanatban le van szúrva a kezem, hogy rakjon meg. Főnök, élje túl! Escobar, halljon meg! Komi nagyon jól megcsinálja. Köszönjük Kominak! Escobarnak, Csáodnak, mindenkinek amúgy. Ezek egy állatok amúgy. Ezek egy állatok. Mentősöket küldjétek el innen. Nem szépet fognak látni. Én megvárom, nem nyomom el! Nem nyomom el! Nem fogom elnyomni, hogy éledjek újra! Ezt meg kell néznünk. Nem fogunk emlékezni, de én ezt meg akarom nézni. Nem nyomom meg az E-t. Nem nyomom E. Ne, de nem szedhet föl, hát ott nem, nem, meg fejbe lőttek, értsétek meg. Csáód, a Tomás lelőtte még. Semmi bajuk nem lesz, semmi bajuk nem lesz. Nyugodj meg. Semmi. Elvezet az a balik. Adj valami pisztot be, én ezt fejbe lőtöm most. Maradjatok csömbben. Na, akkor ezt tedd már hozzá, Lici. Kettő ember, vigyel a cseh. A politis, a csáót vigyétek el egy asztalra, most. Meg fog műteni ezt az állat! Meg fog műteni ezt az állat! Hol van az az Escobar? Viszem a Tomaszt. Hova lett az Escobar? Ott fogják hátul, Vidó fogja! Hova? Hova? Vicce már, állj már meg! Állj már meg! Vigyázzatok, vigyázzatok! Mi lesz ez? Gyere el onnan! Én látni akarom, ne vigyetek el! Na. Gyertek el onnan. Scott, gyere már! Előjött a nagy főnök, hogy mi történt? Hova vigyem? Ismerős hangok. Húha! Ne vigyetek el! Ismeretein, elég egy asztalra vigyétek, egy asztalra vigyétek. A csípedet már visszajegyszem egyszer belé. Az a baj, hogy túl ismerős a hangod. Hát nekem, már nekem is ismerős. Találkoztunk. Hát ez így is van, egy pár szóval összeszokottunk a farma. Egyszer megfogadtam, hogy meg fogsz dögölni. Az a baj, hogy most jött el az a pillanat. Ne vigyetek el! De csak tudod mi a baj? Főnök, viszlek egy asztalra. A csippert azóta megolajon. Tony, mindent kobozzatok el tőlük. Azt mondta, hogy meg fog dögleni. Főnök, vigyázz lépcső. Hallod, au. Hallod, Tony? Tony? Gyerekek. Milyen asztalra? Most mit nem akarunk? Nem keresünk egy asztalt. Hát de mara, itt csak húsfeldolgozó van, én földolgozom, nem hát, dolgozom fel őket.
itt keresünk. Azt mondta, hogy meg fog halni. Egyszer meg fog dögleni. Hát maximum válogon keresünk, keresünk egy asztalt valahogy, gyertek. Egy asztalt keressünk. Rendben. Jó, ez ennyi volt. Oké, okay, ez ennyi volt. Escobarnak ennyi volt. Miért lőnek? Ennyi volt Escobarnak. Azt ez mi RP volt, gyerekek? Mond. Miért lőttek? Ez nem mi tudom. RP volt, gyerekek? Ez nagyon jó volt. Escobartól is mindenkitől. Kominak is köszönjük. Nyomjatok egy lájkot, ez már nagyon komoly volt. Van aztán valahol itt hátul. Azta! Ez kemény volt. Nem éledek újra, meg fognak műteni szerintem. Fel is sújtja. Legyen meg az 1000 like erre a jó RP-re! Halljátok ott, és látok, én nem látom a 486-ost. Látjátok? Nekem is néha látszódik csak. Ez durva, ezt majd nézzétek vissza. Ezt majd nézzétek vissza. Nem cékáztál, nem, az összetettebb. De ott emlékeztek? Ott túran te Escobar agya, amikor megjelent Chao, és elkezdett mindent mondani róla. De én Chao elé álltam amúgy, ezt remélem majd mondják. Köszi Roland! E-mail címet kérek szépen, és megy majd a dedikáló kártya. Aki csatlakozik a csatornához, kap dedikáló kártyát. Ha lett egy elit tagunk, ahhoz bejelöm Facebookon, és Nazdan is dedikált bögrét küldök. Vegyétek le a maszkját, Palina. Rendben. Lehúzom Palinak a maszkját. Megvan, Dávid! Dobom minden messzire. Lőnek róla, uram. Ez durva. Lőnek! A maszkját. Nem lőnek. Instagramon van nyereményjáték, az Instagramon Nazdai 0411 3G-t lehet nyerni, VRS pulcsit, prémium autókat, vagy pólót, úgyhogy menjetek. Instagram, Nazdali 0411. Így van a Steam kulcs, le lehet tölteni a GTA-t, így van. 30 euró Steam kulcsokat lehet nyerni. Húzom, de nem megy egyszerűen. Próbálom. Én nem tudom levenni. Ide kettő ember. Én nem tudom levenni. Köszi Zsombor. Húzzátok le. Megfogom a fejét. Na húzzuk. 3, 2, 1. Te meg ki vagy? Gyerünk, húzzad. Tessék. Megvan. Gyere alébe kicsit. Nem tudom levenni. A hangja alapján. Ő kicsoda? Dwayne vagyok. Az egyik ember. Ne üld a léci, hanem próbáld meghúzni a fejéről a maszkot. Már lejött. Főnök. Nem jött még le, húzzad légy szíves. Nem tudom levenni, srácok. Azért jöttem ebbe, mert az MVS követett. Valaki segítsen még lehúzni. Nem tudom lehúzni. És te félsz az MVS-esektől? Nem nagyon. De jó. De inkább, mint hogy a főnök. És inkább ilyen nevetséges ruhába jársz? Hoppa. Ebben nem vagyok gyanús az MVS-nek. Hát mondjuk azért elég gyanús. Hát ebben a ruhában én mondtam, hogy baj lesz. Nem, nem. Hát mondjuk a ruhával elég nem. Ez komoly, ez egy beteg állat, ez az Asta. Ki ez? Próbálok a maszkot, de nem megy rá. Ki ez? Nem bírom egyedül. Értitek, ki ez? Ki vagyok borúva most, teljesen. Sikerült már? Próbáljuk, de nem megy. Mit kell csinálni? Mit szarosztak? Nem tudom, mit kell csinálni. Figyelek hátulról, nehogy valaki jön. Megfogom a fejét. Egy nagy erőmozdulattal megpróbálom lehúzni per, a de. Sisakot. Mit kell írni? Gyerünk, húzzad! Húzzad! De nem WC-zi, hanem húzzad. Mit kell írni? Ezt nem tudom. Gyere onnan, nehogy oda állsz. Beírtam. Megcsúszott a kezem. De semmit. Nem is láttuk még maszk nélkül, elmondom nektek, szerintem. Én már láttam. Beírtam, például nincs rajta maszk. Ismét megpróbálkozok egy nagy mozdulatra, megpróbálom meghúzni. Egy, kettő, három. Próbáltam. Ez hát nincs, igen. Egy kicsit megcsavargatom. Itt nekik kell. Így van, itt nincs ilyen. Na, lassacskán megindul, gyertek, segítsetek. Valaki segítsen még. Nem fog lejönni. Jövő. Valaki hívott. Fogjátok meg több. Apám hívott. Na, újra érettem. Most mi van? Mi van? Jaj. Most mi van? Kicsit fura poszban vannak. Most mi van? Várj, megoldom.
vizes holnap. Bazd meg, valamelyik meg vizélt. Jaj, de rosszul vagyok. Jaj, úristen, érzem majd ezért. Na, kimúlt a szegőről. Azta. Gyerek! Nem tudnának menni? Nem tudom, mert hosszú, mert hosszú. Emeld fel a kezed, Szláva! Várjál! Hagyjad, Riki! Na, jó? Köszönjük szépen, uraim! Mi történt? Nem tudom, nem tudom. Kivették a szegemből a golyót. Segged be volt, ciao! Hát igen, odátszik, odatál, belepattam. Bakker, jó, megkínoszhatok akkor. Az a baj, resíznem kell, mert nem tudok csinálni semmit, ha valaki megvizélt meg. Ja, jó. Már egy kicsit, nem az nem tudom. Te tegettem belincseltet? De, én sem tudok előírni sem. Mondom, nem a perfelveszel van, neked is valami probléma? Ja, minket is. Nem. Hát vittek minket, aztán izé, lebilincseltek. Jó, oké, resizek én is. Egyébként merre megyünk? Ezt kell, és én tudok kezdeni. Én sem! Nem lehet. Nem lehet, ez kell. Semmit nem lehet, úgyhogy így kell. Alt F4-ezünk. Resizünk, srácok. Na mit szóltok? Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik. Köszönöm szépen, Roli is felajánlotta a kártyát, akkor ma 3 kártyát sorsolunk, jó? Oké? Attól megy majd ugyanúgy, így van, megy, mert a kórháznál élettünk. Azt a gyerekek, ez mi volt? Ha rossz volt Csabusz, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jaj, gyerekek. Szerintem jó volt. Jaj, várjatok. Komi, ez egy vadállat. Ez jó volt, de hogy fejbe lőtted Vényt amúgy, nem? Az is durva volt amúgy. Hogy fejbe lőtte? Durva. Szerintem Komi még jó, hogy jött. De amúgy ott lebukott. Igen, jobb lett, jobb, ha IC emlékeznénk, az jó lenne, de hát sajnos nem fogunk emlékezni rá IC. Úgyhogy ez most így nem lesz. Köszönöm szépen. Dedikert nem lehet 24 óra. Így van. Ja. 24 órás live-ot sajnos nem tudok tartani. Köszi Gábor! A hősökre! Elé álltam az emberem elé, hogy ne lőjék le, nem? Köszönöm. Hogy ne lőjék le. Angyal és a nagy górira a hősökre. Ezek egy állatok amúgy. Ezek tudják mi a... Ezek a srácok tudják, hogy mi a jó RP. Mit kell nekünk csinálni, hogy jó érezzük magunkat? Többiek is elmondják. Azta, ez mi volt? Köszönöm az egészségkívánásokat. Escobar admin, srácok, lányok. Úgyhogy azért nem is volt admin ügy, mert Escobar, ő tudja, hogy mit lehet csinálni és mit nem. Ő felszólította csáót, hogy ne szidja még egyszer a 18 utcásokat, már ott hergelte, meg hogy alattvaló, meg minden. Köszi. És felidegesítette magát, és mondtam, ráfogtam a fegyvert, mondtam, hogy tegye le a fegyvert, és rögtön lelőtt minket. Igen. Nem volt fegyverük, Szláva, nekem mondtam, amikor bementünk, hogy nem volt fegyverük. Ez kemény volt. Jó, de hát ő feláldozhatja magát, hogy lelövi, és ennyi. Hú, gyerekek. Csáó, nem az én emberem, tényleg még nem teljesen. Hát igazából az a sisakos ember kell nekünk. Hogy nem tudom, hogy hívják. Jó, van inventory. Jó, okés. Kellene telefon, meg minden. Köszi GTA Man! Így van, köszönöm szépen. Jó napot. Mi van, srácok? Nagyon rosszul vagyok. Mi van, mi történik? Te hogy vagyok jó? Fáj mindenem. Már is adom 8-et. Ah, jó lenne. Kaját meg piát is adjatok, már nagyon rosszul vagyok. Ezt a kis büdös. Köszi Béci! Nem tudom, mi történt, majd elmondjátok, de nekem kellene, adjatok egy telefon gyorsan, jó? Adom. Meg GPS-t, köszönöm szépen, meg a kaját is. GPS nem kell, mivel a... Azt! Adjak valamit. Halló? Köszönöm szépen, köszönöm. Menjünk arrébb, jó, valahova, valaki tud egy jó helyet, addig pihenek az autóba, jó? Pihenek egyet. Valakit tegyél a hát. Dominik. Bekötöm magam. Ez milyen? Mekkora királyok amúgy, ezek itt lettek hirtelen a kórháznál. Főnökkel. Álljon már arrébb.
Szevasz, Tony, szevasz! Szia, főnök, hogy vagy? Nagyon rosszul vagyok, alig élek, hallod. Most engedtek ki, itt vannak a többiek is. Oké, próbáld meg összeszedni magadat. A nagy főnök vár a húsgyárba, beszélned kell vele sürgősen, jó? Rendben, oda tartunk, jó? Várunk oda tartunk. Itt, jó, rendben. Köszönöm várlak, szépen, csá-csá. Srácok, srácok! Srácok! A húsgyár, jó? Most hívott a Tony, hogy a húsgyárba kell menni, mert a nagyfőnök ott vár minket. Oké, megyünk. Húsbolt. Jajajajaj, ki az ott? Elnőtés, jó vagy, uram. Menjünk. Állj meg, ciao. Van, aki jelölt meg, biztos. Várjál, állj meg. Olcsó cigi. A többiek jönnek utána, várj, nagyon rosszul ég, srácok. Valakinek van vize? Adok. Uram, valaki jelölj meg, légy szíves. Azt, ezek állatok. Pozíció, jelöl. Ja, vigyázz az úton, jó? Mert nagyon rosszul vagyok, mindjárt ide hányok. Köszönöm szépen, jó sokat adtál, te állat. Önök, mi a tajszámod? 607-es, köszönöm, de már megvan. Még adunk azért. Köszönöm, fiúk. Valami nagy gáz történt? Na, nem tudom. Hát végülis ugye... Már ott megbeszéljük. Azta. Többiek jönnek? Óvatosan. Igen. Hát itt vannak. Jó. Főnök majd... Áldok volna. Megálltam, uram. Jó. Köszönöm szépen, fiúk. Köszönöm. Na jó, szépen, szívesen. Nem menjen be senki sem. Matyi. Hello. Szevasz, Matyi, mi van? Nem vagyok jó, nagyon rosszul vagyok. Mi van? A nagyfőnök itt van, azt mondta Tony. Igen, itt van be. Megyek be, jó? Szevasz, Tony, megyek. Hello. Egy kísérlettel megyünk mellett. Valaki adjon már 200 000-et, légy szíves. Megyek vele, védelek hátulról, védelek. Az a baj. Én is. Védelek hátulról. Ezt, ezek egy állatok. Revolver meg M4. Ez az egy kemény hely. Basszal, még jobban hány ingerem lett amúgy itt a húsok között. Hát nem valami kellemes eszak. Vidó, te ilyen büdösöd fingasz, nem? Nem, bocsánat. Hom is a bajom? Bocsánatba főzeléket ettem. Ja, nem baj. Hát jó, csak nem kell itt kurva anyázni. Na. Mi? Na, mi történt? Nem mondott senki ilyet. Na, ne beszéljetek már ilyen. Na. Az főnök, hogy vagy most? Na nagyon rosszul vagyok, sajog a fejem, minden bajom van. Óvatosan, főnök, óvatosan, lassan. Majd elmesélem, mi volt, jó? Odaérünk a nagy főnökhöz, egyedül a főnök beszél, kacok. Jó? Jó. Fiú, senki más, csak a főnök beszél, jó? Senki más. Na és itt mi lesz? Sziasztok! Hát ez meg kérdez az szép jó napot! Ne bántsatok már attól, csúnya vagyok. Szevasz, főnök. Ez az álcaruhám, haver. Megvan, 133. Csönd, nyugi. Mi folyik itt? A fölötte lévő. 132-es anim. Mit csinálnak? Megbálnénk mindenki. Pali meg elém. Jó. Egy oszlopba. Megyek. Pillanat. Ez kemény lesz. 132, ugye? Eléd vagy melléd, főnök? Mellém. Kicsit rosszul vagyok még. Fel fogsz épülni. Nagy főnök, meg fogy, jó Júri. Dominik, gyere hátra ide, légy szes többieket. Menjél, Dominik. Mit csinálnak ezek? Esküt tesznek? Mi volt ez? Ami most történt. Én nem emlékszek. Srácok, valaki emlékszik? Én nem emlékszek. Jelentést kérek, hogy jó? Hogy jött ez ki? Mesélj. Igazából úgy volt, hogy az Escobar minket itt várt, és ide jöttünk, beszélgettünk, utána megérkezett Chao, és a Chao olyan információkat mondott, ami nem tetszett az Escobarnak, és egyről a kettőre Escobar fegyvert adott a Chao-ra, fejbe lőttek Chao-t, a Matyit, Tomászt, Szlávát, én meg leütöttem az Escobárt. Ki hozta ide az Escobárt?
Hát ő várt itt minket. Senki nem hozta ide nagyfőnök, a szlávának Matyival beszélt. Az egyes megyében, korog a gyomrom. De én mondtam neki, hogy nem lenne jó ötlet, hogyha ide keveredne. Én már egyszer ráfogtam a fegyvert. De Matyi azt mondta, tegyem le, mert az MVS-esek ott lettek ott a Leszter háznál. Falusi mit mondott az Escobarnak? Internetre gyűjtünk. Én azt tudom, ki az. Mit meséltetek neki? Én nem is találkozni vele. Szinte mindent elmondtuk. Igazából azt is elmondtuk. De én nem akartam. Ki beszélt vele? A Matyi beszélt, meg és igazából meg többen beszéltünk vele, de olyan információk derültek ki, amiket nem kellett volna megtudni. Ki beszélt innen vele? Aki annyit ajánlanak, hogy aki beszélt vele, az álljon már fel. A Dwayne beszélt Dwayne volt. Igen. Meg a Chao is beszélt vele. Tényleg, Dwayne hon van mole? Te Komi! Oh, nem már! Fejbe lett lőni. Kussolj, Homis! Te mit csinálsz? Te mit csinálsz? Én. Állj fel. Én. Majom. Majom. Menj oda. Hova? Le fogja lőni! Le fogja lőni! Utoljára kérdezem, ki beszélt még a palin kívül vele, az álljon fel. De Dominik, ne állj föl. Már megöltem. Igen, de csak ő volt. Majom, te meg mit sírsz? Jó, semmi, csak jó haverok voltunk, de már nem sírok. Bocsánat. Jó napot! Szevasztok, srácok! Jó vagytok? Ciao! Barátom vagy. Csáj, inkább hosszú volt az ezt, aztán emlékszek szemben. Jó, barátom volt, úgymondva. Ciao. Sziasztok! Ciao, te mit Googolni kell? Csönd, igen, csönd. Verjétek meg a majmot. Ez a parancs. Parancs az parancs, srácok. Még vettél a fegyveremet. Ne egymást tűzsük. Milyen emberek szem... Vigyázz egy kicsit. Jé, ez nagyon meg lesz verve. De egymást tűtik ezek a bolondok. Jó, aztán mi ez a lincelész? Megvan. Visszatérdeljünk, főnök. Igen, vissza a helyetekre. A nagyfőnök mondja a továbbiakat, jó? Csávó, te felismerted az Escobarnak a hangját, igaz? Uh-huh. Várjál már, most emlékezzek rá, vagy nem emlékezzek rá? Emlékeztünk rá. De hogy nem arra. Hát elvileg a beszélgetés, akkor meg sem történt, nem? Ja, hát, igen. Hogy olyan rám lőtt, és akkor utána nem tudom, mi volt. Dobj egy telefon. Fejbe lőttek? Aha, csak meg engem is. Akkor nem. Akkor nem emlékszik. Nem tudom, emlékszem, hogy ezért. De egy tájvani kisgyerekkel ezért beszélgettem, mondtam nekem, mutassa meg, mi van, azt egyszer csak elállítom. Csáó, viszont elfelejtünk egy nagyon fontos dolgot. Elméletileg ő volt a túsztárgyaló, amikor a nagy bankot raboltuk. Hangjáról vagy az arcáról fel kellett volna ismerned. Nem tudom, valami ismerős volt a hangja. Egy igazából mondásom. Mondjuk. Igen. Igazából a végén annyi volt, hogy megkértük, hogy vegye le a maszkját, azt mondta, hogy nem veszi le, mert már egyszer levette, és utána elővette a fegyvert, és lelőtte a csávót. Arra még emlékszek egyik nap, hogy igen, mi láttuk az arcát Escobarnak. De egyébként, by the way, amúgy egyébként elmondanak, hogy erős vége volt, már nem azért. Az volt? Ja, amúgy. Ennyi ember köszönöm, ja, de azt ja. A feljátoztatásra. Az képest, hogy mondtál. Én azért álltam eléd, hogy megvédjelek. Értem. Hát nem gondoltam, hogy lelő, hát azt hittem valami lesz.
Na igen, Escobar mondja, mert nagy főnök, hogy találkoztam vele. Amúgy csávó, amúgy nem volt PG. Tehát egyáltalán nem volt PG, mert... Szerintem tök jó RB volt. Nem, azért nem volt PG, mert ő alapjáraton egy krómos volt, akik ilyen stílusban nyomják a szerveren. És érted? Tehát attól, hogy ráfogod a fegyvert... Hát igen, nem érzed arra, azzal baj volt, hogy milyen stílusban játszottam már. Főnök, elmondjam, hogy jött a képbe. Két centiről fogtátok rá a fegyvert, én is elővettem volna a kés, és leszúrlak titeket. Ja, igaza van. Látjátok, nem volt PG. Hogy jött a képbe ez az Escobar? Éppen szedtük össze a túszokat, még a sassal. Éppen elkaptunk egy-két túsz, hogy ugye majd boltot fogunk rabolni. Aztán így megállt az út közepén, képzett el főnök, aztán mondta, hogy látja, hogy fel vagyunk fegyverkezve, és hogy kellene neki fegyver, meg hogy milyen jó nézünk ki, vagányak vagyunk, azt ott elkezdett hívogatni engem folyamatosan. Slávával ültünk a helikopterébe is, megmutatta a pucérfalut, meg egy építkezést, hogy milyen jó hely, hogy el tudunk bújni, mindent elmondott, amit csak lehet, milyen jól a bankrablásra, minden, és be akart hozzánk kerülni. Én már itt majdnem beadtam a derekamat, de itt a csapat többi tagja figyelmeztetett. Még az autóton is. Többször ilyet nem szeretnék látni, jó? Rendben van, főnök. Igen. Te meg ne öltönybe legyél, mert nem hivatali személyek vagyunk, hanem megváltók. És azt is mondta, hogy öltözzünk át tegnap, igen, még emlékszek rá, hogy mondta, hogy öltözzünk át, meg rablásnál másik ruhát vegyünk föl, meg ilyenek. És itt az emberei mondták, hogy hirtelen most a napokban mindig főbukkon az NVS meg a rendőrség itt a területeinken. Azzal ne aggódjatok, az Elite Squad-osok elintézik őket. Ezek egy állatok. Nyomozzatok tovább a többi banda után, meg stb. Rendben van, főnök. A fidelmi Marlins köcsömmel kell kell levoljam. Viszont van egy feladat. A Kingsman-esekkel ugye azt mondtad, hogy jóban van ez a csapat. Így van ez a csapat. A velük vagyunk csak jóban, így van a városban. Mindenkit öljetek meg közülük. Egytől egyig. Főnök. Miért? Kell nekünk, mert kell az az előörs nekünk. Nagy Góri, én már terveztem egyébként. Mi történik itt? Mi történik itt? Ott a Kingsmanbe. Én akartam szólni Matyinak pont ma, csak közbeavatkozott ez az ügy. Na most, én egyébként sejtettem, hogy az Escobar lesz, mert hallottam egy-két dolgot. Nyírjuk róla ki a szövetségeseinket! Azt hogy a főnököt, a piros ruhásat, ugye piros ruhás főnököt, annyi felé elterelték, és annyi mindent mondott a főnöknek, hogy egyszerűen megbízott benne. Félrevezetett. Igen, félrevezetett. Megmondtam, hogy senkinek be nem szabad bízni, az összes, igen, összes Kingsman-es. Túl tökéletes volt minden. Öljetek meg mindenkit, egytől egyig, egy túlélőt szeretnék látni közül. Rendben van. Az a fehér ruhás Joker, így van, baszkos, ő is. Ő a főnök. Őt elkapjuk, vagy pedig megöljük őt is, főnök. Mindenkit öljetek meg. Jó, egy pillanatra szót kérnék, fiúk. Lesz fegyverem ez az. Azt, Alexandert is akkor. Tudok hozni most egy Kingsman-est, egy fegyverszállítót, akivel régen nagyon jóba voltam. Igen, őt most itt a helyszínen, csak azért, hogy példást tatuáljunk. Szerintem ott itt a helyszínen ki is tudjuk végezni, hogyha gondolják. Rendben, szuper. Viszont a fegyvereim nekem megvannak, srácok. Főnő, lehet a kérdésem? Igen. Az a kérdésem, hogy én mindig láttam, olyan láttam, hogy a helikopterek is voltak ellenfér. Viszont még voltak embereket is autóval. Csak az a baj, hogy kiabáltam folyamatosan, de mivel hogyha nem volt nálam fej, mert lelőtte volna a hátba, csak próbáltam kiabálni a többé, hogy figyelj, hogy jönnek ki oda, de... Aha, kifagytunk. Jó, oké, okay. Kifagytunk, chat. Oké, és... Megyünk vissza. Hú, ez nagyon izgalmas. Ki kell lőni a Kingsman-t, értitek? Ki kell lőni a Kingsman-t? Nekem nem tudom, hogy fogunk fegyvert találni amúgy. Remélem hoznak itt a srácok. Megyünk vissza. Mindenki. Itt azt mondják, hogy más is. Jaj, gyerekek. Ez kemény lesz. És tudjuk ugye, hol van a hákújuk, ugye? Tudjuk, hogy hol van a hákújuk. Köszönöm szépen, aki tag lesz, kap dedikáló kártyát. De akkor mi meglátjuk őket, rögtön lelőhetjük őket, ugye? Alexander Rip.
Ez nagyon jó RP. Ez eddig a legjobb rész szerintem. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Majd nézzétek vissza, jó? Fejbe kell lőni. Durva. Pénz idő. Köszi, Noémi. Akciódus. Kominak köszönjük meg mindenkinek. És nem volt PG. Nem volt PG. Ezek egy állatok. Nagy góré kérés, az szem dolog, így van. Kobi ez egy állat, amúgy. Hatalmas. Köszönöm, hogy itt vagytok. Instagramon kikövet most be Nazdani0411. Nazdani0411. Van nyereményjáték, Komi. 3 kulcsot fog kisorsolni. Az utolsó képet nézzétek meg. Alexander most megszívta Gergő, így van. Hihetetlen. Köszönjük. Ne csak nekem köszönjétek, a csapat többi tagjának, az adminoknak, Kominak. Nélkülük nem jönne létre amúgy egy ilyen jó RP. De még lesz még, meg még egy órát leszünk. Tű. Így szétcsíptem a srácot, én is. Gyerekek, nem tudom mi történt a Kingsman-nel vagy mi nem. Ezt ki kell nyírni őket. Ciao megérkezett, és vége volt mindennek. Ciao, még jó, hogy jött amúgy. Még mindig ott beszélgetnék szerintem. Na? Nekünk ma este lesz akkor. Hello. Na válni, mert lehova menni a főnök vagy, micsoda, miért kell megvédeni? Palikám? Igen? A Cseó meg egy jó barátom, egy régi barátom vigyázni fog rád, hogyha még egyszer ilyen előfordulna, jó? Ez szuper csatlakoz. Lenne. Nagyon naív vagyok főnök, ez okozza a másik fele, semmi probléma, viszont a Kingsman-eseket azért kell megölnetek, mert ők tették a bejelentést a bandára. Tényleg? Az MDS-t és a rendőrséget is közküldték rátok. Valaki hívja fő Dwayne-t, mert zaklat. Ez kemény. Főnök, félre tudnál jönni egy pár percet? Most nem érünk rá videó. OC nagyon fontos. Fedeli már. De nincs OC. Lobotfőnök. Admin ügy. Hol? Mi az az OC? Lobotfőnök. Lobotfőnök. Fedeli már nincs kötszön, fizetőzik valami fedót. Fizetem nem. Csak adjál valamit. Nekem is kellene fegyver. Kifizetem az annyit. Főnök. Dobri! Épp azt adom itt. Hát ne... Ki? Ki szólogat? Hát ne, azt ha valami nagy kaliber. Köszi Budapest Honvéd! Nincs rám fegyver. Pizzában nem tudsz ki. Gyere videó gyorsan. Nem, de nekem ezért már megint be van falazva, hogy hívják a ma házat. Mizu? Csak ezzel akartalak félrehívni. Igen. Mert közmunkát. Kicsoda kapott közmunkát, hogy mi? Ja, mi az? Dwayne, akit lelőtté. De miért? Már ugye a... akit felgyújtottál, én azt kilúzoltam. Kina Dani, ezek vadállatok, jót ültet főnek. Dele, mert te is tudsz olyat, ami... És ezért kapott? Átadtam. Köszi. Most kaptam ezért 500 közmunkát. Mert engem kilútoltál? Nem, a... Escobar. De hát itt vagy mégis, tehát nem kaptam. Hát igen, csak erre a kis időre kivettek, még visszaadom neki. De nem fognak berakni. Nem fognak berakni. Igen, akkor inkább a... Köszönjük. Az a bal nekem mászik medébe van. De kilút, Escobart kilút. Nem lútóhatta volna ki. Volt nekem is olyan. Ez egy lobotfőnök, hallott, Tumi? A mandalin mindjárt jön, az is jó lesz, mert amúgy ő is szok mindent tudni, azért mondani. Jó, hát tárgyaljatok, stb. Gondoljátok át a tervet. Várjál, nagyfőnök! Jó munkát! Köszönjük szépen! Nagyfőnök! Nekem azt mondta a Flash, a nagyfőnök, ott a Kingsmanbe, hogy hanyagolják az illegált, és nem lógnak ott a striptease klubnál. Civil ruhákban járkál. És volt olyan... És kamionosan dolgoznak. Igen. És volt olyan, hogy párszor rájuk is lőttünk, meg civil ruhában.
Tegnap egy helikopterükre is rálőttünk. A hétvégéig nem fognak csinálni semmi baj. Ezek meg ki? Kikélek. Elitosz. Halihó, sziasztok. Hello, 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 sziasztok. Hello, hello. Szép napot. Tudunk beszélni fel egy kicsit. Mindjárt jönnek az elitesek is nektek segíteni, jó? Rendben, köszönjük. Rendben, rendben. Azt hittem ők az elitek. Fölnök, föl lehet állni. Fel, persze, felhatsz. Kezembe veszem a kalibert, és ha valaki jön, akkor elővöm. Elnézést, főnök. Valam, mert nem hallom. Egyszerre csak egy, jó? Rendben. Molnár, itt vagy? Itt vagyok. Tudsz egy négyköszert? Nincs nálam. Srácok, értette mindenki a parancsot? A Kingsman-t le kell vadászni. Igen. Főnök, nagyon sajnálom, hogy ez történt. Hát hallod. De ti figyelmeztettetek amúgy. Főnök. Én vagyok a naív. Túlságosan hiszékeny vagy. Ez baj. Sajnálom, többször nem fog előfordulni, jó? Többször nem fog... Főnök, ezt akartam én is elmondani egyébként. Mert ebből az egész csapat szívni fog. Az a baj, hogy ez nagyon nagy felelősség, főnök. És most engem hibáztatsz, Peti? Főnöknek nagyon jó lenni. Nem hibáztatlak, főnök. Meg ne halljam ezt. Ugyanolyan jó főnök. Én ugyanolyan szép jó napot kívánok, srác. Hello, hello. Jó napot. Tehát, ki lesz közöttünk, aki meg mondja, mit csináljunk most? A Pali fog titeket irányítani. Így van, megint én. Tökéletes lesz. Jó munkát, és aki megkérdezi még egyszer Palinak a vezetőségét, az meghal. Megkínozom. Értető voltam. Értek el. Köszönöm, főnök. Sok sikert. Szép napot. Szavaz, boss. Akkor azt, igen, figyelek rá először. Hallgassuk meg. Én ajánlok valamit, az majd te eldöntött, hogy ott csináljuk ezt a egészet. Rendben. Hallottam, hogy egy jó pár ember ki kéne nyírnunk nekünk. Így van, Kingsman-eseket. Igen. Valahogy be kéne őket csőbe húzni, nem? Szerinted valami nekem jó ötletem lenne ilyenre. Igen, mert itt az egyik emberem mondta, hogy tud hozni egy Kingsman-est ide. Igen. Én is tudok. Ki az? Itt vagyok én. Ott hátul nem az ördög. Aha. Jó, ezt megvárjuk szépen. Beleszállnak kicsit. Lónapot az ulaknak, lónapot. Hello, ciao. Tony, mehetsz az emberé, jó? Jó napot. Uraim. Főnök, ha tudok egyet én is, akkor hozzám? Persze. Hogyha tudtok Kingsman-eseket idehozni, akkor hozzátok. Hozom. Jó lenne. Ez kicsoda. Munkára. Mi a Mizu Csáó, kit hoztál? Pali Delema, itt van nekem egy nagyon légi balátom, és a Válaszba dolgozott még annó 70-ben. Tényleg? A kaszinóba dolgozott testőrként, ja. Jó estét. Narancs! Szia, Pali vagyok. Szia, én pedig Pablo vagyok. Mandarin. Szeva, Mandarin, úgy jó lesz? Hát, inkább Pablo lépsz. Jó van, Pablo, ne haragudj. Semmi baj. Már csak mondani, hogy nagyon megbízható ember, ő is szok mindent tudni még a légidőkben. Az nagyon jó jön. Csáó, ha te bol... Azt tudod, hogyha most nem vagy, akkor még nagyobb bajba keveredünk, úgyhogy... Hát most van ezért. Király vagy. Kérdezni nyugodtan. És Narancs is olyan megbízható ember, mint te? Igen, pontosan olyan, mint a testvérem lenne. Király. Csáó. Csak olyan, de nem az. Igen, tesszük, mondani. Narancs. Itt lenni egyik havelod. Mit szerintem, mi a havelod lenni? Nem tudom, valaki van. Nem ő van behozni. Ő, már itt van. Homis. Sorakozó. Itt vagyok, csak aki... kicsit nehezen találom be. Aki tud Kingsman-est hozni, srácok, az hozza, jó? Főnök. Igen. Tudod, hogy szoktak lenni a Kingsman-esek? Persze, a striptease bárnál. Nem csak ott. Bányánál nagyon sok lenni. Jó, figyeljetek, beszélek én most Pablóval, addig aki tud hozni Kingsman-est, megvárjuk, jó? Az a baj, hogy én most nem tudok. Jó, de három ember mondta, azt hiszem, hogy tud hozni. Már elindultak? Szerintem igen, nem. Itt van még az egyik. Jó, telefonálj. Annyit szeretnék kérni, hogy ne legyen felesleges beszéd. Ennyit csak. Így van, mert nem értjük egymás szavát. Pontosan. Főnök. Nézést, valahonnan kapottam még egy pisztolyt. Mondhatod. Elindultál már, Félix? Az a helyzet, nem indultam el, mert felhívtam, és azt mondta, hogy nem akar velem találkozni, és hogy... Mi az, hogy nem akar? Hát azt mondta, hogy ő most nem akar velem találkozni. Ennyi, így a semmiből ennyit ezt mondja, hogy nem akar velem találkozni, eddig már mindig akart. Jó. Ez több, mint fura. Na mondjad, Tony. Az a helyzet, hogy tudnak már róluk. Van valaki köztünk, aki súg nekik.
Tényleg? Velem se akar találkozni, pedig első szóra ugrik mindig, mivel fegyvereket szoktunk boltolni, és azonnal jön. Aha. Most nem ér rá, amilyen soha nem volt eddig, úgyhogy sajnos már tudják, hogy vadászunk rájuk. Nekem is, nekem is csalni nem fogjuk tudni, úgyhogy dara. Indulunk, dara. És az utcán lepattunk. Hogy ismerjük fel őket, Tony? Mert már nem abban a ruhában vannak szerintem. Megnézzük ott a stripklubnál, hogy ott vannak-e. MG. Mindenki visszatér a HQ-jára, és biztos, hogy ott lesznek valahol a környék. Csak úgy mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy valami autókáznak vagy a városban. Jó, figyeljetek, akinek nincs fegyver, annak kellene adni, legalább kis kalibereket. Például én már 15 miszért kiad nekem valamit posztítalat. Adok neked egy izét, kombat. Pablo, éppen itt nagy akció közepette vagyunk. Megadod a számod, aztán majd egyeztetünk később, jó? Persze, megmondom, persze. Na mondom, jó? Na, mondhatod. Hallod, figyeljetek, eluglok az ördög egy osztan fegyveres. És 3 darab 3-os. Főnök. Hova megy? Főnök, a 55-ös frekvencia van. 55-ös? 55-ös, 53-os. Én nem tudni 55-ös, én 50-esen lenni. Pablo, van fegyvered? Hát sajnos... erre van. Volt rengeteg, tudod, csak a házamban maradt, azt akkor azóta volt ilyen nagy kilakoltatás, azt akkor eltűntek. Mondjad, persze. Hogy az 55-ös frekvencián vagyunk? Én nem tudom, én nem vagyok rádión a live miatt. Ó, ja, rendben. És ez miatt nem ember. Igen, tudom, Komit, mondta, most Tony, most mondta, hogy van egy beépített ember, tudom. Pakker. Biztonsági főnök voltam. Ja. Ez hihetetlen. Jó is volt az az idő. Jaja. És narancs. Na, milyen narancs? Már álmodok hallom. Pablo, mi hozott ide csáó téged? Hát, azt mondta, hogy ember ide, ezt mondta tényleg? Ez egy állat. Hát, de hát tudod, hogy kínai, azt akkor csak ennyit tud mondani. Igen, mondjad. Az a lényeg, elmegyünk 5-en vagy 6-an, eliszkvárosok. Igen. Keresünk embereket. Ti maradjatok itt, nem akarom, hogy bajotok essen. Köszi. Ha nem jönnénk vissza, akkor gond van, ha visszajönjünk és hozunk embert, akkor meg kell ilyen. Jó, mennyi idő körülbelül, szóval mennyire számítsunk? Megvédem a főnök, hát nem tudom, fogalmam sincsen. Jó, oké, várunk titeket. Igen. Én maradok, viszont megvédem, viszont valaki maradjon itt, meg kint is helyezkedjetek el. Hallod? Itt Tony mondta, itt Tony meg Félix is főhívott egy-egy Kingsman-est, és mind a kettő azt mondta, hogy nem találkozunk. Nem találkoznak velük, és eddig mindig ugrottak. Valaki nekem itt a csapatba tégla. Ezt már régebben is tudtuk, hogy valaki köp, de ez most problémásabb. Úgyhogy ezt fogjuk kideríteni. Akiről kiderül... Főnök, igen. Szerintem főnök a Kingsmanből köpnek. Mi az, hogy a Kingsmanből köpnek? Hát most mondta a nagyfőnök, hogy ugye onnan bejelentettek minket oda a rendőrségre. De viszont akkor a Kingsman most miért nem akar velünk találkozni? Itt tudja valaki itt infózta a Kingsmannek, hogy ne találkozzanak velünk. Mivel Tony meg Félix főhívta, eddig mindig ugrott a Kingsman, azt most meg nem. Főnök, nekem megvan a Kingsmannek a főnöknek a telefonszáma. Nekem is megvan. Szerintem hívjam fel. Nézzük meg, mit reagál. Hívjam föl? Mit mondjak neki? Hívj fő te. Jó, de mit mondjak? Mondd neki, hogy tudod. Meg szeretnénk beszélni a szövetség további munkáját, jó? Ja. Addig beszélek Pablóval, jó? Ja. Pablo, gyere már. Jövök. Narancs amúgy ide járt iskolába, ahol én, és személyesen ismerjük egymást. Na, aztán mit szeretnél itt, Pablo? Hát én őszintén megmondom, nem tudom. Nem tudod? Hát én benne minden jóban, rosszban, tudod. Hát de hogy, vagy honnan veszed, hogy mi meg fogunk bízni benned? Oké, hogy Csáó hozott, mert benne megbízunk, érted? Hát azt nem tudom. Sokan ismernek ebbe a városba. Sokan? Így a kaszinó véget, tudod, meg itt a nagy négyön. Ja, te akkor barátom. Tényleg? Hát persze. Ja, akkor jó van, mert nekem jó van, akkor itt nem lesz baj. Nem, hát én is benne voltam, tudod. Hogy ja, még a kaszinósokhoz tartoztál, vagy mi? Hát én ott kaszinóban főnök voltam. Tényleg? Na, persze. Ezt nem tudtam, mert ott tudod ki volt? Én a Lilit ismertem onnan. Kicsoda? A Lili. Lili volt a kaszinó. Valami csaj Lili. Volt. Nem biztos, hogy Lili, de valami kaszinós csaj volt. Nem tudom, az a helyzet, hogy mostanság elutaztam. Aha. Aztán, hát most ilyen nagy munkanélkülű vagyok, tudod. Aha, és vissza most... szeretnél térni így az illegálba? Hát, ja. Na, ez tetszik, jó, mindig. Hát, ja. Volt a fegyverek, azt akkor majd lesznek is. De volt olyan fegyver, azzal képzeld egy egész
meghódítottam volna az egész város. Azta, az kemény. Tele voltam fegyverre. Tudok minden lelőhelyet, stb. Tényleg? Na, akkor persze. Még hasznunkra válhatná. Hát, az a helyzet, hogy mi már vagyunk. Mondjuk most neked akkor elmondom az infókat, mert tudod, itten volt probléma az előbb. Na, tudod, milyen probléma? Azt hát nem tudom. Képzeld el, hogy itten beengedtem a bizalmamba egy embert, azt most mondják a srácok, hogy NVSS volt, képzeld el. Teljesen ki vagyok borulva. Mi az? Akik vadásznak ránk. Ja. A rendőrség felett álló szervezet. Nyomozó. Ja, hát én azt nem tudtam, hogy van már ilyen. Van ilyen, képzeld el, és elég kemények. Na. Ja, itten már, itten megkínozhatnak, meg mindent csinálhatnak veled. Majd megkínozom én őket, ottan fönt. Na és tényleg ilyen agresszív vagy akkor látom, hogy hát, ilyen. Figyelj, célzóka jó, ilyenek jó, tudod, reflexek, stb. Na Mizu? Kéne találkozni. Pillanat, Pablo. Sziasztok. Neked mi a más? Ugye nem Pablo Escobar a neved? Ne. Az gáz. Az előbb egy Escobar, hát az az MVSS, ezt Escobarnak hívták. Hát engem meg Pablo. Így van, így van. De hát én nagy munkanélkül. Volt, hogy hallatok? Igen. Igen. Na akkor mondanám, mi a helyzet. Na mondjad. Lehet, hogy azt kéne valami embert keresni, aki összehívja a Kingsman-t. Valami külsős tagot, akit nem ismernek. És úgy tudom menni rájuk. Nekem már rá. Pablo, megvan az első munkád. Már hogyha szeretné velünk dolgozni a közeljövőbe. Hát persze, hát azért jöttem. Rendben. Van ez a szövetségesünk, akik le kiderült, hogy mint nem szövetségesünk, mert ki akarnak nyírni minket. És aha. Most neked kéne összehozni ezt a kapcsolatot. Peti fog adni egy telefonszámot. És szerintem inkább az enyémét. De nem, a Kingsman-es telefonszámot kell Pablónak. Hát Pablónak. A Kingsman-esről beszélek. Ja, igen, jó. Nekem a főnöke van még. Így van. Azt mondta nekem az egyik tag, hogy nem tudunk találkozni. Korogva, és hogy hason. Autókat szerel, meg össze-vissza megy a jobbra-balra a városba. Na nekem ez akkora kamu, mint a... Hazudik. Mint a, nem is tudom micsoda, érted, Bacsi? Te Bacsi! Főnök, fegyveregyileg hogy állsz? Van minden videó, visszaadta nekem a fegyvereket. Jó, okay. Na várjatok, írt egy SMS Joker. Tedd az ujjad, tedd a karabélyre az ujjadat. Joker Félix. Írt nekem. Mit? Mondjad. Nagyon komoly a fegyvere azon állod, Léci. Nem hiszem az az új tag. Léci. Hát akkor elmondom még egyszer, hogy egy OC elbagolt minden és semmi nincs. Ó, basszus. Tegnap bagolt el. Ne OC-zgassunk. Oké, okay, akkor várunk. Az a helyzet, hogy kilopták a kocsimból. Csomagtartódból, igen. Köszi Dávid. Félix, akkor add meg Pablónak a Kingsman főnökének a telefonszámát. Még ti is ismeritek amúgy. A Flash. Helikopteres. Az nem a főnöke, te! Az egy tag. Így van. Hát, és nem elég, hogy összehívja őket? Meg az aprót, te mocskos a Joker a főnök, Peti. Igen. Jó, most írt nekem SMS-t. És mit írt? Csak annyit, hogy hello. Írtam vissza hello. Neki, hogy szia, most írt, várjatok. De a... Izzi, a ördög is jó lenne amúgy. Mert ő meg a leader. Azt írja, hogy... Születeltetik az illegált, hogy tudjuk-e. Igen, igen. Jó, igen, tudjuk, de... Szeretnénk találkozni, jó, mondd jó, meg. Jó, jó. Szeretném megbeszélni velük akkor a tovább. Vagy kérdezzük meg Pablót, mit mond ezzel. Mit kéne csinálni? Főnök, miután beszéltél az üzenetet, légy szíves, hívj majd egy csávot, mert hoztam neked egy köszi, filmet. Bogi! Minden oké, okay, köszönöm. Ez az eddigi legjobb episode. Jöjjön a kis kínai. Ja, tényleg, kínai, te meg... Jöjjön a fegyveré ide, itt vagyunk a hús üzemben. Hallod, Matyi? Igen. Hírom. Hallod, tudsz jönni egy pillanatra? Van egy... engem jobban zavar itten amúgy, hogy van egy tégla a csapatba. Erről akarok mondani valamit. Remélem nem te vagy az vény. Mondja, gyere. De én nem itt akarom, hanem... Tartsd meg az aprót, te mocskos! Nem tudom, nem tudom. Gyere, gyere. Nem tudom, nem tudom. Sziasztok. Na Mizu. Na. Melyik köp? Na, kettő lehetőség van. Az egyik a... A ő, a rózsaszín. Aki mindig ott áll a hátam meg. Igen, a másik pedig a P.O. Peti. Bakker. És... Sokat lóg velük, azt tudom. Matyi, visszatérve... Nagyon fájt. Fájt ez, hogy nem hittél nekem, látod? És ez történt belőle. Jó, ebben igazod van. Én megmondtam a legelejét, és nem hittetek senki. De...
Nem baj. És mi, hogy, mi, miért feltételezed, hogy a Peti az? Azért, mert mindig velük nagyon sok úgy. Embert hátba szúrt a városban már. És nem lepődnék meg, hogyha... Az új tag nem tud ennyi infót adni. Mert mostában nagyon elkezdtek, hogy is mondjam, kibontakozni a frakción belül, ő és a testvére, szóval. Uh-huh. És a testvére is benne lehet szerinted? Nem tudom, az a helyzet, én nem tudom, ez csak egy tipp, én csak annyit tudok, hogy a Peti az nagyon köpködős ebben a városban, tehát hogy ő... Aha, jár a szája állandóan, mi? Tehát hogy ő nagyon sok embert itt kiimportált a városból. Tényleg? Hát, az mit jelent, hogy biztos, hogy jöhetnek? Volt benne keze. De nem ilyenben, hanem ilyesmiben. Joker. Pillanat. De egyébként, jó, rendben. Na. Igen. Viszont a másik, hogy én beszéltem reggel az Alexanderrel. Igen. És ugye van az a rózsaszín gyerek. Igen. Na és hogy rózsaszín ő folyamatosan a... Hogy is mondjam, a Kings... Nem, hanem őt, az Alexandert üldözi úgymond. Nem, várj, nem az Alexanderrel. Van egy ismerősöm a városban, aki most próbaidős a Kingsman-nél a testvérével. Igen. Na és ő mondta azt, hogy ez a gyerek folyamatosan üldözi őket, mindenhova követi, és ő, a rózsaszín, az el akarta azt intézni, majdnem el is intézte, hogy azt a mostani két próbaidőst kirúgják, és hát nem. Beszéljünk nevekkel, van egy Kevin és van a bátyja. A Kevin az, akivel én beszéltem, a bátyja volt a rendőrségnél. És ez a gyerek, ez majdnem kirúgatta a bátyját a rendőrségtől kamu infókkal, hogy kamukat köpött. Igen. Szóval... És azt mondta a Kevin, hogy vigyázzunk vele, mert nem lepődne meg, hogyha rólunk is köpne. Tehát lehetséges, hogy... Uh-huh. Figyelj, Dwayne, akkor ezt a részét, ezt neked kéne kideríteni, rád bízhatom? Szerintem itt elintézték a srácok, hogy nekem itt kell semmit kideríteni. Micsoda? Hát nézd magad meg, é. Ők lelőtték? Aha. Mit imá? Tudok célozni. Na, mi volt ez? Hát, én nem voltam. Én voltam. Sőt, az egyik embere, de elkattant, vagy én nem tudom. Én voltam. De miért? Mert felhív telefonon, hogy adjak neki fegyvert, és elmondja neki, hogy nincs, fogja, de én is fejbe vert. Jó, oké. Okay. Pillanat, Joker ír. Na, akkor köszönjük szépen. Palika, nagy erőszakok. Palika, mondok neked jó biznisz. Ez a biznisz velem lenne, oké? Megvoltható? Azt olyan, hogyha nem telefonázol. Itt vagyok, csávó, mondjad. Na Fidel, lenne biznisz, adok-e nektek pénz, meg ilyesmi. Igen. Úgyse szűkölködök, meg ilyesmi. Aztán akkor, amikor itt vagyok, az kéne nekem fegyver, akkor már mindig biztos, hogy tudok nekem fegyver maradni. Mit tudom, leklaftoljátok előre, vagy valami érted, ilyesmi. Aha, jó hangzik. Meg tudjuk oldani? Meg tudjuk oldani? Persze, adok is egyet. Jó? Nem, most van nálam, most van nálam. Ja, jó. Most nem kell, majd minden elugrunk, nem tudom, mennyire feszengtek most, meg ilyenek elugodhatunk, mamba, hogy szát kell majd öltözök, mert itt kapok egy dövészt, hogy szétszakadok. Hát ja, arra vigyázzál. Hallod, itten beszéltem Pablóval, aztán lehet, hogy itten még hasznát tudjuk venni. Szeretnéd, hogy jöjjön ide hozzánk? Együtt tudnátok mozogni? Na, Fidel, lehetséges. Jó, beszélhetünk róla. Hogyha neki is jó. Persze. Hát például azért gondoltam, ő is légiszkolász, meg mit tudom, ő is tud azért egy-két dolgot tenni. Hát régről jár. Mondta, hogy régről elég jó tud. Hát hallod, itten ugye... Kösz Dominik. Micsoda? Nincs mi. Itten jól jönnek a régi információk, hasznosak számunkra.
Ah, látod, most ezt majdnem belemetettek olyan bizniszbe, amiből nem kellett volna. Hát igen, és ha te nem vagy, érted, akkor az gáz, még gázabb. Így is gáz a helyzet, de ha nem jössz, akkor végünk van. Így is van egy... Fidel, két helyről tudok jó információkat. Hallod, Pali? Igen? Nem azért mondom, de lángol a cipő. Na igen, mint a csávónak. Egybe ütöztünk. Hát megyék, hogy na azért mondom, akkor most nem tudok beszélni, picsám. Geci, majd a Lannira elég bülön beszélni. Olvasom az SMS-t. Figyelj, küldök én egy kordit, gyere oda, légy szíves, csak én leszek ott és megbeszéljük, mi ez az egész, mert nem akarok bajt, tudod jól. Jó, Isten, ez kicsit. Ez a Kingsmannek a főnöke. Na hát, hogy gyerünk oda, állik főfegyverkezve. Menjünk. Jó, várjál. Várjál, már mele van helyre, mert tudod nekem mutatni? Már ma tudok egy-két helyet, nehogy ott izé nagy gyilkolászászat. Igen, várjál, küldi a koordinátát, jó? Na, annyi köz kocsiba mutasd. Te hallod? Ciao. Azt a reboot nem adod oda nekem. Jó, hát ez biztos. Miért? Halló, valaki tud amit tenni? Van elemed izé, csak én. Van nálad pénz, Pablo? Hát most jelenleg nincs. Mennyi pénzed van? Na azért, figyelj. Van több mint 100 millió. Akkor figyelj, adok neked egy revolvert, jó? Jó. Mennyit adsz érte? Hát... 25 millió. Csak elmondom neked, hogy már 25 egy revolver, nem 6 millió, mint a No 70-ben. Na. Most ez komoly? Figyelj, kifizeted, akkor én most odaadom ezt neked az első bizalom jelképekért. Akkor marad az ökölhajt. Biztos? Hát, muszáj. De van nem megbiztos, csak bőszerte van amúgy. Úgyhogy így vagyok. Még egyszer valaki megkérdezi, tudok-e neki adni a fegyvert? Most lett ám mivel, hogy kipakolták a kocsimát. Tudod, mit kell csinálni? Tekerek, nincsenek fegyverei. Na azokat összeszedjük. Elmedünk a klap helyről, összeszedünk már lakat, és azt nem. Ja, te érted ezt amúgy. Nyugodtan ezt rád bízom, csáó, ezt te érted, mert én ezekhez nem értek amúgy. Most nagy ízik vannak, majd a vége a nagy akciónak, akkor majd össze kell szedni, akkor nem nincs fegyvelem. Hozz velem, vagy mit tudom én, vagy tíz viszít, azt akkor elugrunk fegyvelem. Írtam, hogy jöhet. Hello! Majd beszélni szeretnénk, azt akkor majd lesz ott fegyverem. Nekem biztos lenne, ha nem építenék Bálandon azt a kecis házat. Na, befalaszták, mi? Be. Tényleg, majd is megyek, azt akkor izé, nagy izé. Én tudom, falazom, gyerek, a Szegedszelben, mit tudom. Valaki jön. Ja, jó, az oké. Na, hello! Ciao, találtak egy ember. Hello. Ki kéne vallatni? Hello. Hányan vannak, nem látom. Eloldom a bilincset, hello. Akkor az a helyzet, hogy mindjárt küld a Kingsman főnöke egy koordinátát, oda kéne mennünk. Igen? Ja, itt mondta, hogy egyedül lesz, és nem tudja, hogy mi a baj, meg minden, mert hogy én sose szoktam hívni őt, de most én hívtam ugye ide. Jó, mindegy, én behozzuk ezt a úriembert, kiutazottunk bárt. Ahogy én nem akarjam elengedni valamit, és hagyjad majd elengedni. Sajnos, hogy hát a bilincset se, akkor... Nem tudom. Vagy leszedett, tehát... Leveszem a zsákot a fejedről. Bőnök! Leveszem a zsákot a fejedről. Tudunk beszélni kicsit? Mondjad. Tehát... Mit tudsz? Na most Peti is bekínál valakit, hogy ki a... Sajnálom, hogy történt szőnök. Nem akartam csalódást okozni, csak egyszerűen... Nem tetszett ez, hogy felülbíráltál egy kicsit. Hát nem az, hogy felülbíráltalak, nem akartam szólni. Csak az a baj, hogy amikor Lesternél voltunk, akkor éreztem. Akkor az nem hamis infó volt, hogy jött az MBS? Én, az nem volt hamis. Az a baj. És utána engem támadt le minden tag, hogy nem kellett. Igen, ez hiba volt. És hát innen fajult ki szerintem. Meg az utóbbi időkben, amióta tegnik bele kocsmázni. Gyere. Várj, Oci, resizek, vagy te resizzé. Tudjad? Na igen. Nem tudom, mit csinálni. Nem. Nem tudom. Oci, nem hallom, resizzé. Jó. Gyere, hátrébb. Semmit, azt sem tudom, miért. Ja, nem nálunk van, most a szerver volt egy kicsit. Laggos, most jó már. Nekem zsák van a fejem, mert hogy... Na, hello. Ja? Peti. Jó van. Hello. Na. Most jó? Na, gyere ide.
Na Mizu? Hallasz? Aha. Jó. Gyere arrébb. Ne jezges. Hát nem akarok. Most miért nem jön arrébb? Dani, itt vagy? Nem tudsz arrébb jönni? Én elfutottam. Nálam itt állsz mellettem, lol. Ja, bánjál. Jó, akkor mondjad. Ciao. Most mi van? Óci, tudod miért nem engedi el? Folyamatosan nyomkodom itt, de nem engedi el, szart. Jó. Óci, mondom, vágós vagyok, mint a tiszt. Jó, majd belakom a kocsiba. Halljátok, küldte a koordinátát a Joker. Hát jó, így nem tudok oda menni, itt van a kezemben folyamatosan. Ja. Először akkor Pali főnök. Figyeljetek, vallassátok ki, és akkor én meg elmegyek, elmegyek Jokerhez, jó? De szerintem nem tud semmit, de... Az adó nem megy, megyek veled. Főnök, nem kéne már lead ember? Dehogy nem, már ember, jöjjön. Hallod, jössz? A zsákot a fejére húzol először. Homis, kifaggatjátok? Ah, csak először le kéne venni a kezemről. Adta meg mellem. Próbáld meg azt, hogy... Még ke ember? Várjál, akkor arra megyek. Jöjjenek. Menjünk, ciao. Gyertek, ciao, Pablo, gyertek. Hát még igen, megyünk Jokerhez. Ne bántsatok! Van egy terve erre az egész. Igen, hallgatlak. Amit megadott koordinátát, csébe kéne őket húzni. Azt mondta, egyedül lesz amúgy. Nem baj, embereim. Ott vannak a... Hallottok? Striptease klubnál. Igen. Át kéne oda szervezni a találkozót. Jó. Meg tudod ezt oldani? Csak van valami attak... Megnézem hova küldte, vagy honnan küldte a kordit, jó? Erre van valami attak, tudunk lépni. Jaj. Hello, köszi, hogy itt vagytok. Ciao, honva? Nem tudom. Ott megy. Ciao. Hello, Robcsi. De valaki, ha köp, akkor most is tudja a Kingsman. Mellént azt felhúztad, főnök. Igen, köszi Félix. De állj már meg a menet között, nem tudom oda. Nem, majd menjünk, menet között oda. Nézd, csáó, ebbe belemászhat itt. Jobbra, gyerek. Tú, ez kész labirintus. Ha belemászok, az kész a hát. Én ugyanezt akartam mondani. Ott van a mellé, nem kell tudni. Annyit mondok, nem tudom hányszor voltatok kint, de egy autó van csak. Az igen. Az szép lesz. Várj, hol vagy? Jó, nekem van egy autóm. Csak az a baj, az két személyes. Beszállok, megnézzük, hogy hova küldte. Na, várjatok, meg tudjátok nézni? Csáó, pattanj fel. Persze, hogy csapparak az asza. Ez az. Ha, várjál. Bele, mi az időt? Bejelöltem, nézzétek meg, milyen hely lehet az. A kaszinó után publiknál. Várjál. Cseles. Rádió. Nem volt, az jó neked. Jó. Na, jó lesz. Itt vagytok rádió. Cseles. Az be kell szaladni a ruhabotba. A kaszinó mögötti publiknál van a találkozó. De miért nem akarod összevérezni a ruhát? Szerintem oda át kéne valahogy orientálódni, a környéken le kéne kempelni, és ha van valami baj, egyből szól, és akkor tudunk ugrani. Nagyon jó az srác. Szelitoztak, az profi. Vérpő. Itt van nálam. Az áll, de azt tudjátok, hogy 50 helyről be lehet venni ezt a szart. Hát nem tudom. Főleg távolsági fegyverek. És látok több autó? Hát figyelj, te elmegyük a galászhoz, a kozak, okay? Próbáltak meg autót szerezni, nem tudom. Hát van egy autó, mondtam nekem. Csak két személyes. Már itt vagyunk a Raptor, tele a Raptor. Publicnál, okos, ott nem lehet lőni. Van almolod? Jó, akkor jó. Annyi a lényeg, hogy a környékén, a kaszonó mögött a publik környékén legyetek, jó? Ott nem lehet kinyírni amúgy. Vége. Ott publicnál nem lehet. Jó, szerintem indulhatunk. Jó, indulhatunk, persze. Hívjak meg valakiket oda? Kell meg akkor koci? Így állunk. Nem megy az autó? Ó, szerintem szinkronos OC. Nem, azt hittem. Vezessen valaki más akkor. Várjál. Vezessem én? Várjál, vezetem. Nézzük meg. Jó. De most jó. Éhes vagyok. De már nem eszek. Akkor ne vezessem vagy? Nem csapda a publicnál, biztos, hogy nem. Vezess. Velünk van? Igen. Szuper. Akkor a kijelölt helyre? Így van. Igen. Ha nem velünk van, akkor lőni fog. Velünk van szerintem. De biztos is, mert egy pár emberem helikzik. Gyerekek, kössétek be magatok. Jaj! Na mi van? Nem tudsz vezetni, Pablo, te állat! Hát miért nem van? Hello. Nem tudod. Csáó, milyen sofőrt hoztál, te állat? Én nem mondtam, hogy sofőr kérdés. Ja! Ja, igaz! Jó vagyok, már jó vagyok. Már zanázgattam vele elégen, elfaszatulat vezetni. Izgulok.
faszom. Jó barátok vagytok, látom. Persze, szeretjük egymást, jó barátok. Miért nézd nálam, szóssz, azzal rákosszabtam. Köszönjük, hogy itt vagytok. Annyit mondja neki, hogy az embereid itt vannak, de nem cselekednek semmit, ennyi. Jó, és akkor infókat kérdezzek ki. Köszi, Rabi. Igen, hogy mi volt ez az egész. Aha, meg hogy kiköp nálunk, azt kéne nekem megtudni. Az a helyzet amúgy, hogy kopog a tank. Jaja. Nem baj, az nem baj. Ideérünk. Szia, Rabid! Na majd nem már, itt akarnak beszélgetni, vagy mi? De most nem akarjátok a főnököt beengedni egyedül, ugye? Nem. Ott állnak szerintem. Körbeálljuk őket, és ha baj van, akkor tüzelésre álljuk, az kész. Itt nem lehet. Várjál már, hon vannak a babacok, ülnek, ami ott van? Nem, ott voltak lent. Ott lent, álltak. Le kell rádézni, volt fönt egy kocsi. Hát csak volt fönt egy autó. Kitek. Ez narancs, igen. Nem, ez egy nagyon nem lesz jó. Majd csáó. Ez a baj, már látom. Oda jöttök. Jaj. Jaj! Megcsúszott, hát ez a salakra pálya. Nyomtad egy hasast. Public, te nem lehet lőni, van eszük amúgy ezeknek a srácoknak. Nem akarunk vérfürdőt, szóval. Így van, itt először megbeszéljük a dolgokat. Életbe hagyjuk őket, hogyha köpnek, hogy ki a tégul nálunk. És 10 parancsot is csak Pali adhat, senki más. Így van. Itt meg nem lehet. Elvisznek minket, marad közmunkán. Na ez az. Az már nem akarom. Itt a Joker. Na. Hú-hú. Na jó estét, jó estét. Szép, jó estét. Na halló, jó estét. Na, mi a helyzet? Erőt, egészséget. Na mi újság, srácok? Azt mondtad, egyedül leszel Joker. Hát ide jött a kollégám, mivel ő is a ja. Csapatnak a vezetője, úgyhogy jó napokat, erőt, egészséget. Jó, van, ne ijedjetek meg, hogy többen jöttünk, csak fő a biztonság, ja, nem, tudod. Ja, is, hát tudom. Na, felütötte a fejét egy-két probléma Joker, azt azért akartam találkozni. Mondták, az a helyzet, hogy elég komoly, igen. Kezd, elmondod, vagy mondjam én, mit tudok? Én annyiról tudok, hogy kellett nektek fegyver egyébként, ennyit tudok. Igen. Ugye múltkor intéztünk is egy-két fegyvert, ugye teljesen korrektek voltatok, mindig segítettetek. Múltkor meteztetek, mi is mentünk, ugye számíthatunk egymásra, ebből nem is volt probléma. És most akkor mi a probléma? Viszont a fülünkbe jutott egy olyan, miközben a napokban, az a helyzet, hogy én nemrég jöttem ki a kórházból, napokban beépült a csapatunkba, hát majdnem, még jó, hogy jött Csáó. Csáó. És Csáó, így van, bocsánat, jött az a öltönyös, fehér öltönyös ember, és lebuktatta a fiatalembert, és NVSS volt. Igen. És azt az információt kaptam, hogy ti küldtétek ránk az NVS-t. Ez nagyon érdekes. És azt az embert ti küldtétek be hozzánk. A következő, meg még pedig az, hogy van a csapatomban egy áruló, aki folyamatosan infózza le nektek ezeket a dolgokat. Hát. Ezt az ember nevét szeretném megtudni, hogy ki az, aki veletek mozog, amikor én nem vagyok a városban. Figyeljetek, én annyit mondok, szerintem itt mindenki elég jól ismer minket. És... na, szerintem nem így ismertek meg. Most komolyan... Azért vannak közöttük olyanok, akik szinte egész nap beszélünk, találkozunk többször napi szinten. Főleg az ördöggel. Igen. Az ördöggel szoktatok? Rádiócend, egyszerűen. Tony, azt mondják, itt a srácok veled találkoznak napközben. Hát igen, főnök, én szoktam tőlük nagyon sok fegyvert tenni, szoktam. De azért, hogy a csapatot ellásson fegyverekkel. Uh-huh. És még metezni is szoktunk egyébként. Uh-huh. Csak ugye tudod, van nálunk most ez a kis pihi. Így van, azt mondtad és is. És amiatt egyébként, most azért nem is metezünk, mert nyomjuk itt a dolgokat. Ja, mondtad, hogy most szüneteltetitek itt a melókat. Ja, na, ja, viszont hát... az jó lenne elmondani, Joker, tudod, hogy szeretlek meg minden, de ez, ami történt, ez nagyon felfordította itt a csapaton belül a dolgokat. De hogy hívják azt az embert egyébként? Hadd kérdezzem már meg. Escobarnak hívják. Ez atya úristen. Nem is ismerek olyat egyébként, mert mondom az mindegy, annyi, hogy állítólag ti felbéreltetek valakit, hogy támadjanak meg minket. Ha lenne annyi pénzem, akkor... Nem ilyenekre bérelnék fel embereket. És azt meg tudod mondani, hogy ki az, aki köpött a csapatot, vagy bármilyen infót, ha Tony is mondta, nyugodtan mondjad, ha bármilyen infót, csapaton belül információt, ki az? Hát, elmondom neked, hogy senki.
P.O. Peti barátom, emberem, szokott veletek találkozni? Petivel szokott, jobban is vagyunk vele, ő is jött nekünk segíteni párszor, egyébként ő is metezett velünk. Aha. Segített védeni. Az a helyzet, hogy neki sűrű jár a szája, tudod? Ő nekem nem mondott semmi olyat egyébként. Az ördög mindig ott szokott vele lenni, úgyhogy... ja, tehát nem szokott neki lenni a srácok, nézzetek körül itt a környéken, légy szüves, jó? Joker, annyit szeretnék még kérni, hogyha szabad, hogy van a csapatodban egy Rob nevű srác, akitől a fegyvert szoktuk venni. Kicsoda? Robi, Rob nevű srác, köztetek van, őtőle szoktuk a fegyvert venni. Ha megtennéd ide, hívod és ő tisztázat az öreg fogja, Robi? Akkor. Öreg Robi? Ő fegyveres nálatok, Robin, Robi az a neve. Robi. Kingsman Robi, igen. Mondjam a számát? Igen, azt megköszönném. Pillanat, kinézem a telefonból. Nekem meg még van egy olyan Kingsman-es ember, hogy helikopteres. Azt hittem, hogy ő is főnöki ja, pozícióban van. Az Oli. Ja. Én csak így ismerem, hogy helikopteres. Aha. Nálam új. A helikopteres? Ja. Pedig nem, már egy két hónapja itt van. Nem, összekeveri a Tibetre gondolom. Ja. Kettő az Oli. Okay. Tiszta? Tiszta. Super. Igen. És a többi embereitek hol mászkál ilyenkor? Mondom a számot, 555, 94-95. Hát tudod, most pihenés van, mindenki mászkálgat. Aha. Ügyesek a srácok. Azért engem most az eléggé főbaszott, kíváncsi vagyok, hogy most mi van. Hát erején is, azért jöttünk ide. Mi is azért ide jött a két vezető, hogy beszéljük meg. Ma azért tényleg elég jó barátságban vagyunk mindannyian. Hát nem volt probléma. Elég régóta ismerjük egymást, azért nem hiszem, hogy bármikor probléma is volt. Se veletek, se velünk szerintem még nem nagyon volt probléma. Ez így van. Ahhoz képest, hogy mindennek találkozunk, minden szinte mindenkivel újabb barátságban van. Na, közben ide hívtam egyébként a Robit. Jó. Alexander barátunkkal mi van? Sikerült itt tápogatni? Sikerült, csak most nincs a városban. Az nekem nagy csalódás volt, ugye tudjátok, hogy átcsábítottátok. Nem csábítottuk át. Akkor egyébként mi volt? Annyi történt, kérlek szépen odajött hozzánk, hogy jöhet-e hozzánk. Igazából ennyi volt, ugye a videóval is odajött. Fidesz olyan, ahogy takalodjon onnan meg, ahogy kap a fejébe. Jó, van, oké. Tehát a videóval jöttek oda, és egyébként ha félreértésében elsék, senkit nem szeretnék átsábítani egyébként. Életemben először sírtam, és az pont akkor volt, amikor Alexander eltámozott. Igen. Lila RS7-en előjöttek, jó srácokkal kérhetem. Kire? Lila RS7. Lila RS7-re ne lőjenek. Jó van. Ő jön. Köszi Tibor Balázs, kedves vagy. Még ez is érdekes, hogyha jobban vagyunk, na mint itt javul. Hát eddig én is azt hittem, Joker. Hát én eddig is abban voltam egyébként. Jó, nekem ezeket az infókat mondták, én nem tudok. Csak tudod, nem értem, hogy ki ez a... kit mondta, ez Kobár, hogy kicsoda. Aha, az az NVS-es csávó. Na, hát azt se tudom ki, azt kezdjük ott. Én az NVS-t utálom, gyűlöljük egyébként, engem be is ütetek. Kezdjük ott, szerintem ti is tudjátok, mi volt legutóbb pár napja. Amikor napi szinten kijöttek, vagy 8-szor kijöttek egy nap. Azért, na, nem hiszem, hogy elég jóba lennénk az NVS-szel akkor, amikor hákunkat próbálják betávadni. Engem még ki is pakoltak egyébként. Engem is 8-szor. Hát, ja. Jó, az oké, hogy utáljátok, de felbérelhetitek őket, hogy minket is nyírjanak ki. Ó, majd persze, fegyverre bemegyek. Itt a mögöttem álló rózsaszín ruhás úriembert ismeritek? Nem. Mondd a neved, légy szíves. Scott. Az a helyzet, hogy Scott általában ott van mindig. Kettő ember van, akire gyanakszok. Az egyik a Scott barátunk, mert Scott állandóan itt van és hallgatózik. És lehet, hogy csak arra fogja, hogy ő itt meg akar minket védeni, meg engem. De nem vagyok... Hát a P.O. Peti. Ezt a két nevet hallottam. Peti nagyon sokat mozog veletek. És szerintem informál is titeket elég sok dologról. Ezt csak kaptam, ezt az információt. Szia, nem biztos. Szia. Annyit hozzátennék, akik nekünk barátok, arról nekünk nem kellenek információk. Mert azért ismerjük egymást, szinte mindenki mindenkiről mindent tud. Ti is tudtak mindent rólunk. Nem tudom ki a téged. Nem kellenek információk, minek felesleges.
Amúgy is, figyeljetek, miért hívtalak volna titeket ide, hogyha felbéreltem volna az NV-t? Már rég rátok repült volna egy lehet egy taktika is, szóval ezt nem lehet előre megmondani. Igen. Főnök, itt az egyetlen kontaktom, amit a Kingsmanből ismerek, kizárólag azért mentettem el a számát, mert fegyverekkel láttam el a csapatot a saját pénzemből, amit napi szinten összegyűjtöttem. Így van, ezt köszönjük és neked. És el fogja neked mindjárt mondani személyesen, én nem is fogok semmit mondani, mennyit költöttem, mire és milyen szinteken, és bármi van, adidasztos felső, Robi, ahogy tudom a nevedet, mondd el egyszer a főnöknek, ha rosszat is tudsz rólam, vagy ha bármilyen infót mondtam a csapatról, elmondhatod neki nyugodtan, és hogyha valami így van, fellek minden szóért. Figyelünk, figyelj, én őszintén megmondom, én a Tonit úgy ismertem meg, hogy jó ember, jóba vagyunk, meg eddig azt hittem, hogy veletek is. Fegyvereket tényleg sokat ügyesek. Költött rá. Ügyesek. Hát őszintén megmondom, tényleg nem is számoltam, tényleg nagyon sokat költött. Most egy rossz szót nem hallottam tőle. Tehát igen, tényleg... Tony egy elég jó emberem, az igaz. Csak hát így barátkoztunk, hát most ennyi volt az egész, semmi más, tehát ennyi. Beleszóltak egy kicsit? Mondja, szóval annyi, hogy én is tőle vettem a Robitól a fegyvereket. Na, látod, tehát szövetségesre vesznek, most érted. Én nem tudom, ezzel nincs is semmi nekem, probléma. Igen, mondjad, Félix. Nekem az furcsa, hogy ennyire város helyére hívtok minket. Tehát miért pont itt találkoztunk? Ma itt voltam jelen pillanatban, azért is hívtam ide titeket, mert le voltam robbanva. Be kellett tolni itt az autót, mert nem tudom, látod ezt itt fent, ezt a kanyartot. Joker, ugye okos. Igen, látok ezt az autót. Ügyes. Na, hát kicsit megcsúsztam, úgyhogy ja, azért is küldtem ide a koordináció. Aha, és nekünk ezt miért kell elhinnünk, vagy? Hát jó, akkor ne hidd el, Félix, nem tudok vele mit csinálni. Még ez sem. Nem lehet darab. Hogy itt vagytok ennyire kint a várostól. Ne haragudjuk. Na, akkor srácok, ti azt mondjátok, hogy ezek téves, ez a két információ, ez téves volt, amit én kaptam? Várjál, a Scottot nem is ismer, most se... Ne, várj, nem arról beszélek, hanem hogy valaki... Kezdjük ott, hogy valaki tégla a csapatból, és mondja nektek az infókat rólunk. Még olyanokat is, hát, amit nem kéne tudni egy szövetségesnek se. Ez kérlek szépen, ez olyan fácán, olyan hihetetlen. Aljas rágalom, azt mondod? Főnök, én azt mondom, mivel mondom. A Scottnak nem is látják az arcát. Lehet, hogyha a Scott leveszi a maszkot, megismerik, és lehet, hogyha már látták valahol, akkor kiderül, hogy ő az álló. Itt valaki, inkább engem ez jobban zavar, hogy valaki köp a csapatból hát, amúgy, ugye, mint amúgy Escobaros téma, de akkor térjünk rá másikra, akkor ez az MVS-es ügy. Igen, hallgatlak. A többiek a csapatból, amik nem biztos, hogy megosztanak veletek mindent, nem? Mint például velem se, ez a tégla nevezető ember. Felügyelek rájuk, mindig tudom hol, mikor, hol vannak. És ők nem mennek tártkarokkal az NVS-hez egyébként. Főleg pont az NVS-esekhez nem, mivel gyűlöljük őket. Szólhatok egy szót. És hányszor segítettünk nektek is az NVS-t. Ez így van. Tehát azért, na. Rablásoknál is így van. Na, őszintén megmondom, az NVS-t én kifejezetten utálom. nem szeretem őket, te. Olyan, mint egy pupa hátamon, érted? Jó, csak figyelj, ennyi. Azt ajánlom, vedd le a maszkodat, légy szíves. Scott, vedd le a masszulat, légy szíves. Adás. Mert amikor mi is jelen vagyunk itt a kis csapatban, az Alice-kvarosok az már nem jelent jót, szóval... Igen, akkor már nagy baj van. Bárhol láttátok ezt az arcot, mondjátok el, légy szíves, és akkor kiderül, hogy akkor mi bandánkban van-e vagy nincs. Rá kéne világítani valakinek. Kémre ez olyan, mint a többi. Valakinek nincs reflektorja, vagy valaminek? Ne fordulj hátat! Gyere vissza, Scott, látnak itten, majd kinyitják a szemüket. Nekem ismerős vagy nagyon amúgy. Akkor is, hogyha nem tudod, ki vagyok, de én már láttalak szerintem valahol. Megmondtam, gyerekek, én most látom először a Scottot, amúgy nálatok. Akkor... Ő új tag egyébként? Ő új tag? Igen, mostanában van próbaidőn, így a srác, így van. Hát akkor még azért nem láttam egyébként. Akkor azért nem láttok. Uh-huh. És mi van, ha ti küldtétek őt? Persze, hallod, nem is ismerem, azt sem tudom ki, jó? Én sem láttam még itt. Az a helyzet, hogy nekem van még egy, ugye itt az elit tag, ahogy mondta itt az úriember, ha ők itt vannak, akkor nagyobb a probléma, mint én is gondolnám. De most srácok, még annyit hozzátennék, hogyha folyamatos bizniszben vagyunk, akkor ezért egy folyamatos biznisz szerintem nem szeretnénk elbaszni. Meg a szövetséget se rálátni. A szövetséget semmit. Nem azért tényleg tudom. Napi szinten vesznek fegyvert, meg ilyenek. Az nekünk mind bevétel. Szerintem egy napi bevételforrás nem fogunk elbaszni.
Amúgy szerintem ti is így lennétek ezzel. Lehet egy kérdésem? Fik persze, Joker, mondjad. Most, hogyha gyanúsítjátok a Petit, hol a Peti? Nem tudom. Ő azt hisz, lehet, hogy ott maradt, mert hoztak ott egy embert. Főnök, elnézést. A Peti itt van fölöttünk helikopterrel, biztosítja a főnök. Jó, szálljon le. Szálljon le, jó? Jó, várjuk jó, ide Peti. Ő a másik. Várjuk ide őt is, és akkor megbeszéljük, jó? Mert rendben. Nem szeretnék konfliktust. Ja? Rendben, csak Petinek, Petinek amúgy, mi is titeket, de Petinek amúgy alapból jár a szája mindig. Hát nálunk nem. És tegnap majd tartunk, tartsuk ott amúgy, az miatt mérges vagyok rátok, hogy mentünk, konfliktus volt itt a zsarukkal, azt nem jeleztétek nekünk, hogy másik ruhába mászkáltok. Azt mi honnan tudjuk, hogyha nem jelentettétek le, hogy mi ne lőjünk rátok. Ez valóban igaz egyébként, azért is öltöztünk el civilbe amúgy, mert mondtam, hogy pihi van. Igen, egyébként és akkor a másik a tegnap előtti volna. Helikopter, vagy a tegnapi? Hát az azért volt amúgy, mert keresünk egy új helyet, ugye tudod, hogy ránk vannak szállva az emberek. Uh-huh. Itt van a PD, illetve az NV. És azért is gondoltunk, benézünk hozzátok, hogy mi a helyzet, lepacsizunk, ilyenek egyébként utána vissza is jöttünk, tehát hogyha lett volna valami, akkor, akkor csak úgy nem megyünk vissza. Mizucsáó, merre? Indulászom főnök, valami banda akar betámadni, vagy nem tudom. Jó, jó, megyünk, megyünk. Majd ezt folytatjuk majd. Jó, örülnék neki, hogyha... Tisztázom csapaton belül is, jó? Ti nem persze, tudtok hát, akkor semmit. Hát mi nem tudunk semmit, tényleg nem mondjuk itt persze. Az őszintét. Itt vagyunk kettő frakció vezető, úgyhogy szerintem... Rendben, rendben. Ennek utána fogok járni, jó? Ha már ketten itt vagyunk, akkor már tényleg szeretnénk. Viszont ha én földülről kapok parancsot, én azt nem kérdőjelezhetem meg. Ezt nektek is tudomásul kell vennetek. Jaj, jaj. Mit keresett velünk van? Jó van. Na, akkor majd szerintem... találkozunk. Jaj, jó, csak lehetőleg kicsit diszkréptebb helyen volt, ha kérhetem. Jó, te hívtál ide. Tudom. Csak hogy mondjuk ne ennyien. Jó, jó. Ezt észbe fogom tartani. Elhiszem, ne haragudj. Ezt megbeszéltük, jó? Én elviselem egyébként, akkor menjetek nyugodtan, és akkor majd csörögsz, hogy írsz. Jó, rendben van. Köszönöm jó, mert szépen. Én nem szeretnék semmilyen szövetséget fölrúgni. Én ezt el is mondom itt neked, mindenkinek. Nem lehetem le publicnál. Úgyhogy, ja. Rendben van. Nekünk viszont mennünk kell, jó? Majd ezt még átrágjuk. Na, szevasztok! Jó, sziasztok! Mizu, ciao! Mizu! Hát elvileg el lehet tartott, nem tudom, vagy 5-6 koci, amiben maszkos emberek ültek. Most azokat azért nyomozgasszunk kifel, hogy nyúlszák. Adjatok utat, hogy csinál. Srácok, valakinek van kajája. A Mizu, nem látták már lőtteket? Nem is mennek el, amúgy! Nem is mennek el ezek az állatok! Imádom őket. Mozogjunk, nem maradjunk egy helyben létszak. Jaja, ja. Én meg eszek, meg iszok addig egyet. Főnök, mennyi kajád van? Mercedes-em hova lesz? Van. Kaphatok? Csóróság van, ezt nem telik már rá. Hegyen fegyverrel. Kösz, főnök. Menjünk, főnök. Menjünk, jó, hova szálljak? Erre. Kocsit. Menjünk. De most igazat mondott a Kingsman, vagy nem? Én nem tudom. És fogalmam sincs, hogy kinek higgyek. Már megint a naivitásom. Köszönöm, hogy itt vagytok. Most vezessen, létszik. Haladzás. Valaki vezessen. Én nem vezetek. Most Félix vezet. Beszállás. Jelöljetek, hova kell menni. Főnök mondja, főnök. Nem tudom, ciao. Nekem ciao mondta. Ciao, merre megyünk. Nem hall. Ciao. Igen? Fegyver leszek voltak? Ott van. Telefonál. Ne fogd rá a fegyvert. Az jó, Csadi. Az Octavia az velünk van. Na, én azt értem, de a többi fegyver lesz a műszer. Ciao, merre megyünk, mondd már létszeres. Működik még a kocsi? Ez ki az arab, akkor nézzük már az Xbox-osat, mennyi ma oda mellé. Ó, jó Isten. Telefonál. Kövessük. Jó, de publicnál nem lőhetjük le őket, srácok. Ja. Lányok. Publicnál nem lőhetjük le őket. Itt nem lehet lövődözni. Oké, állj. Most miért jön nekünk folyamat? Na, Mizu? Nem kell izé? Fuvar?
Én lelőttem volna őket, de nem lehet itt publicnál. Direkt álltok ide be a publichoz. Oké, de nem tudom merre fele kéne menni. Aha. Jaja. Beszélgetés, befejezték ott ezzel a két emberrel? Jaja, menjünk valami védett helyre, csáó létszik. Köszi, Csedi! Jó? Ja, aztán ezt beszéljük meg, mert a nagyfőnök... Oh, hoppá, Istenem, te! Ez ki? Ki volt ez az állat? Az én nézetemből nem is értem hozzá. Mindó, köves minket, gyere! Nem? Gyertek! Tőke. Így van, az RP lényege nem az, hogy megöljük őket egyből, utána járunk. Műszerfalom. Rádió, a másik raptor jöjjön vissza gyorsan. Na most mi van, srácok? Nem tudom, mi van, valami nem indul. Nem. Na várjatok, már jelenítom, gyerekek! Hú, az nem megy. Srácok, ajjajajaj, szállj ki. Figyeljetek már, valaki legyen fent a rádión, az a lényeg. Még kicsit előrébb megyünk, mintész, hogyha nincs Bocsi. Semmi, akkor jövünk. Beszállhatok? Szállj be. Hova menjünk? Márjál, majd megyünk csáó után, jó? Oké, szálljatok. Szálljatok be. Vagy felveszel engem? Köszi! Csedi, te állat! Hát nehogy! Ide donételd a vagyonodat, ne idegesítsé! Kit kövessünk a fehér? Igen. Igen, csak ott... Na, valakit nehogy itt hagyjanak. Be tudsz állni? Befér? Van még egy hely nálunk? Nincs. De ne hagyjuk itt, várják, aki fut, ne hagyjuk itt. Fel fogják venni, jó. Szerintem a... Szuper. Nem találkoztál velük? Ők a szövetségesek, csak gáz van. Hát még a nevüket is tudtam. Na most már tudod, itten látjátok, így tanultok gyorsan. Scott, mi a baj? Hát semmi, csak meglettem gyanúsítva. De miért, mi lett? Scott, figyelj, ne haragudj. Ezt az infót én is úgy kaptam a többiektől, meg kellett bizonyosodnunk róla. Ne aggódjál, jó? Nincs baj. Nincs, ne stresszed túl. Csak ő, tudod, nagyon furcsának találtam is, oké, hogy meg akarsz védeni, de hogy mindig ott állsz, és akkor információk kerülnek ki. Fő az óvatosság, tudod? Én értem. Úgyhogy ne aggódjál. Szegénykém. Kösz, hogy itt vagytok. Nem akartam védeni a főnököt, akkor utána meg azért. Hát így van, úgyhogy jó csinálod. Jó, csak erről meg kell bizonyosodnunk, tudod? Az így megy itt. Matyi. Igen? Ma lesz fegyver? Fegyver? Azt ne rajtam keressétek. Én amúgy nem önön kerestem, hanem? Csak ő. Hát hogy tud-e valamit, hogy lesz-e? Ja, a többi tagnál meg alfőnöknél kell ezt kérdezni, menjünk jó? Menjünk vissza a bázisra? Nem tudom, hogy igen, hova megyünk. Azt mondták rádió, hogy menjünk vissza. Jó. Ott már ott kihallgatnak egy embert, azt hiszem. Ja, azt mondták... Ott a húsfeldolgozóba. Mindenkinek menjen vissza. Jaj. Csáros, Petintő, amúgy meg akartam az előbb kérdezni, csak kivitte, vagy kidobta a szerver. Osztó! Igen, jó. Hol a sas? Názod? Nyomom. Scott nem lehet tégla, most jött be a frakcióba. Áram. Meg ő nem jött volna fő Discordra akkor, ha te szórakozna. Á, nem annyira. Szia Marti, nem maradtál le? Nem tudom, szerintem az áramellátás a városban nem olyan jó most. Az autóknak, vagy stb. Á, lehet, itt az elektronika. Hol álljunk meg? A bázisnál, vagy nem, a húsfeldolgozóba menjünk be. Azta! Haló? Most mi lesz az autó? Már kurcant. Na most mi van? Ja, itt vagyok. Ja? Connection. Igen. Connection interrupted. Köszi Eszter a barac segget. Ezek kik? Hello! Jó vagy főnök? Jó vagyok. Jó, rendben. Kik ezek? Mi ez? Tartsd meg az aprót, te bocskos állat! Óvatosan állj! Ki ez? Kik ezek? Ujjam mögöttem. Úgy. Kik ezek? Óvatosan főnök, óvatosan. Rájön, hogy véd kocsival? Hogy véd kocsival? Így mögött álljátok kocsival.
Mögött állját a kocsival, mögötted. Hogy véd kocsival ez az állat? Nagyon jó. Nagyon szép, szép munka. Ja, ha MPC-t láttuk, ne vegyünk elő fegyvert. De hát lőttek ránk, nem? Kiszedve mindenki, kiszedve mindenki. Egy várok, várok. Na mizu, Tony? Társamat elvitték az UFO. Hello? Te lőttek rá, én azért lőttem, mert... Hello? Gyere vissza. Mi a baj? Gyere, szállj be! Ja. Ez mi vú? Menjünk utána a főnök! Hol van? Hol a főnök? Itt vagyok, épségben vagyok. Akkor menjünk be a húsüzembe! Jó, menjünk a húsüzembe. Húsüzem, Pablo-val az előbb voltunk. Menjünk utána, óvatosan. De azért kilőttem párat, nem? Igen, én vagyok. De azért kellett lelőnöm, mert lelőtték, hogy elkezdték lőni a többieket. Azért, én azt hittem, hogy meghalnak a többiek, hogyha lőnek. Várjál, mert nem tudom most pontosan. Itt lesz majd balra itt szerintem. Lesz. Balra? Ja, itt ugye? Tárgyat kizettem! Ja, itt voltunk. Itt vagyunk, hoppa, hoppa. Itt vagyunk, egy bambalicsáta. Jöjjön, főnök. Na, egyet kiszedtem. Szláva, mindenok. Köszi, Béci! Tudom most már. Ez kemény volt. Elkaptunk egy embert itt bent. Jó volt főnök? Jó volt. Nagyon jó volt a kocsi védelem, büszke vagyok rád. Adi nem akart, hogy eltaláljon. Ez fejezik be. Csáónak kéne valamit adnom. Miért? Hát nálam maradt a revolvere. A Csáónak? Igen. Felhívom. Nem szeretnék eltulajdonítani. Add be nekem. Szláva, intézed? Mit? A revolvert, a Csáó revolverét, köszi. Jó vagyok a Csáóba, kinél van? Ja, szia, Szláva, na. Na menjünk. NPC maffia. Abba, nyomjátok egy lájkot, ha tetszik a live, sajnos lassan mennem kell, mert ma ilyen vagyok, eddig tudok maradni, 3-4-ig. Végig itt megnézzük, mi történik, és akkor... De ez egy nagyon jó live szerintem. Ez az egyik legjobb rész szerintem. Köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Scott, menj előre, nézd meg, hogy kik vannak ott. Tiszta. Wow. Na, hát a többiek. Ez a Csáóé? Ez a Csáóé. Jó van, nem tudom, hol vannak Csáó, a többiek. Jönnek már? Igen, akkor menjünk be. Jajó. Már benn vannak erre a párra. Na, no, itt van, jó. Csá. Na, jó, de mi meg a más? Csá. Csá. Jó. Mi? Elintézni való? Mi volt az? Ledobott a város, baszki. Ja? Lekapcsolt. De ja? Ez mi? Menjünk át egy másik rádióra. Valaki fejet trollkodott. Valaki 105-ös, jó? Várjatok, elmegyek és úgy, jó? Újat. 105-ös? Gyerekek, aki kiemgézi a rádiót, biztos, hogy kibannolják, vagy nem biztos, de hát nagy az esély rá, úgyhogy figyeljetek oda erre, léci, jó? Nem akarom, hogy ez miatt rosszul járjatok, jó? Nem tudom, hol vagyok. Nem tudom, hol volt. Ja, itt volt a megbeszélés. Jó, itt vagyunk. Remélem, a nincs főnök, mi volt a flash-e? Na, az a helyzet, Peti, hogy itten lehet, hogy az olyan dolgok vannak, hogy te köpsz nekik. Én köpök. Mondja. Nem akarsz majd valami... Mit tudsz erre mondani? Mindig én vagyok megvádolva. Nem csak te voltál, volt más is. És előző hetekben, hónapokban is én voltam. Igen, ez elég fura számomra is. Igen. És ez már nem túlléptünk ezen? Már régóta itt. Jó, de most megint visszajött ez a téma. Hát én most mit csinálj? De alapból nagy a szár, tudja mindenki. Hát tudom, hogy nagy a szám, hát de nekem az a jó, hogy nagy a szám. Igen. És olyan infókat nem mondasz el, amit nem kéne?
Mi a névfokod? Hát magam én sem tudom mi a nevem, ne szórakozz ja? velem. Azt tudom, hogy bolond vagy, papírod van róla. Nagy takarítást történik. Táncol meg, takarít! Vége van, vége. Jó, az a helyzet, hogy nekem lassan mennem ki a városból, most gyorsan összegezzük azt, hogy ugye találkoztunk Jokerékkal. Lőni sajnos nem tudtunk, ugye azt a parancsot kaptuk, hogy nyírjuk ki őket, ugye. Meg is kérdeztem erről, hogy kiküldte ránk az MVS-t, azt mondják, hogy szó sincs ilyenről, mivel mindig üzletelünk velük, mindig jönnek, ha kell, úgyhogy ebből nem láttam problémát, viszont van egy tégla közöttünk, és ezt úgy derítettük ki, hogy amikor Félix meg Tony hívta őket, rögtön azt mondták, hogy most nem érnek rá. Nem utogass se, csájom, mert leszedem. Úgyhogy itt, aki hallotta ezt a beszélgetést, hogy parancsba kiadta a nagyfőnök, ő rögtön leinfózta ezt nekik. Főnök annyi, hogy az újoncok biztos, hogy nem volt. Így van, ez, így van. Nekik a telefonszámok nincsenek, ha érted meg a tarot. Így van, így van. Hát nekem sincs, még én nem mondanád értem város. Még nagyobb a gyanú, hogy te lenni az. Hát ez az. Hát most figyelj, hát én most bevallom az igazat, nem? Nagy trükkös vagy te amúgy. Miért lennék trükkös, főnök? Hát nézd az arcodra. Ez az. Főleg a tiéd. Össze van aszalódva az arcod. Na figyeljetek, elmegyek a városból, parancs a következő. A nagyfőnök parancsát kell követni, ugye az megkérdőjelezhetetlen, viszont ne feltétlen öljétek meg őket, hanem kapjátok el őket, jó? És ki kéne szedni belőlük mindent, mert holtemberre nem tudunk mit csinálni. Ezt én utána szeretnék járni, és azért ki kéne nyírni őket, de hogy ki a csapatba a tégla. Nekem ez most a legfontosabb. Mert ki kell őt a városból, hát nem tudsz, ki kell nyírni, ennyi. Főnök, hol van Tony? Azt nem tudom, lehagytuk Tony őket Montana. Szerintem. Ó, úgy hívják. Tony. Majd énekelheted neki, Pablo. Na figyelném el egyébként. Na mondja, ciao. Igen, és... Nekinek nincsen fegyvere? Most nekem. Emeljétek el a kezeteket. Mindenki rakja fel. Nincs fel. Na jó. Csak azért mondom. Na felrakom a kezem. Na ez csak ciao beszél. Hát nem adok nektek szemét. A kurva is. Az is főtette a kezét, akinek van! Itt az a lényeg, hogy hoztunk 15 milliót, és elmegyünk fegyverél. Ennyi. Igen, ő azt akarta volna, hogy Chao, ő nagyon vágja ezeket a dolgokat, úgyhogy pár embernek el kéne vele menni azt ezt intézni, jó? Pablo, te mész Chao-ba, ugye? Már, én is tudom, hogy hunk benne. Jó, király, nagyon jó, hogy itt vagytok. Úgyhogy ezt intézzétek. Azt akkor lesz mindenkinek fedvele, csak ne utána veszítsen. Jó. Most nem tudom mi pénzbe pöllök, de szerintem 10 millióból szimán kijön, csak mondom. Bocsánat, aki jöttek, az 124-es rádió, jó? Urai, aki jöttek ide. Dominik! Bocsánat, főnök! Semmi baj, Dominik, váltsatok egy másikat, és akkor, mert én nem hallhatom, tudod, Oci a live miatt, jó? Mert kiemgézik és főmennek. A híradósok közvetítik ezt a... Na még egyet, és mindjárt visszajövök. Hello. Pablo az narancs, így van. Lesz 3 dedikáló kártya sorsolás amúgy. Nazdani 0411 az Instán van, nyereményjáték, meg lehet nézni. Nem mondtam olyat, hogy egy órával tovább maradok Norina. Ilyenről szó sem volt. 3 lett 9. Én azt mondtam, mi ez a plusz 1 óra? Ne ideges csata. Nekem mennem kell. 9-kor el kell indulnom. Gyere, oké. Okay. Holnap után lesz a szülnapom, így van. Figyeljetek, csak gyorsan, várjátok egy kicsit. Na akkor kinek kell fedvet? Ki akar venni fedvet? 10-11 millió. Milyen fegyver? Hogy értem, nem tudom, azt hiszem kiszállt. Mondtam. Nekem nincs annyi. Én erre nem emlékeztem. Ciao. Sima cízi mennyi? Igen, Gábor. Add is jó, hogyha odaadom fedvet, akkor vissza is adom, ha úgy gondolod. Egyen meg. Figyeljetek! Nekem volt egy revolverem. Vagy a Tony adjon. Csak tudja, hogy is gazdag vagy. Vegyél már neki, ha faszomba legalább. Figyeljetek! Ciao, beszéljen!
Ciao. Most az egyszer megtörténik azt, hogy veszek nektek feliratot, de elhagyjátok, az már nem az éjjében, oké? Oké. Gyere, pusz, gyere, puszoljunk. De csak akinek nincsen, látom neked, de hát a hamar. Mi? Na, srácok, közben addig mondom, hogy akkor én lépek a városból, köszönöm mindenkinek a munkát, további jó munkát, és akkor ciao, a nyugodtan intézzétek a fegyvereket. Amit Tomás meg Szláva mond, az úgy van, mintha én mondanám, jó? A Kingsmanre vadászatok, ha meglátjátok őket a főnök parancsára, kilőhetitek őket, ugye? Viszont ki is kéne faggatni őket ez ügybe, jó? Úgyhogy hónapra visszajövök, ők még úgy tudják, hogy van, de a nagyfőnök azt mondta, hogy lőjük ki őket. De akkor nincsen. Hát igen, csak ezt én még nem közültem velük, de akkor úgy rá fognak jönni. De oké, főnök. Igen. Akkor viszont úgy kéne, hogy összeszervezzük az egészet, többi csapattal, meg brr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 
Igen? Hogyha mi már nem kellünk, remélem, akkor mi lépnénk. Jó, igen, köszönöm szépen a segítséget. Nézni. Ezt a többit rátok bízzuk. A gond van, Cseri. Jó, köszönjük aztán szépen. Na ez az. Az anyákák hozzá. Ez jár. Erik. Hát, nekem biztonsági okokból nincsen telefonszám. Túlban. Ennyi. El kell mondani egy imát, és lejönnek az égből. Pontosan. Mandalin itt van. Hallod, Mandalin? Neked vannak mentve képvel? Szülinapomon is live-olok, meg holnap is, jó? Azt itt vagyok. Na, akkor mindenki tudja a feladatát? Viszont egy kérdés. Akkor igen. Elitesek mehetünk. Mi az, hogy vámot szedni? Mire gondolsz? Mi akarsz te vámot szedni tőlük? Hát amikor jönnek a kamionosok, húzunk tőlük egy 100 ezeret. Aduljon, nyugalom, jó? Figyelj, ezt majd Szláva meg Tomás mondja, jó? Innentől kezdve rájuk figyeljetek, jó? Toni, gyere! Jövök, köszönöm mindenki munkáját, itt találkozunk holnap, jó? 6 órakor, aki tud lenni, jöjjön! Addig intézzétek! És a jelentést majd várom. Köszönöm, igen. Itt, pontosan itt. Pontosan itt. Itt lefekszek ide aludni a sarokba, jó? Vigyázzatok jó. Rám. Jó, vigyázzatok. Befekszek oda, várjatok, befekszek ide. Na gyereket. Nem tudok befeküdni. Na akkor kinek nincs fegyvere? Halókan, halókan. Ciao meg Pablo, köszi, hogy találkoztunk ma, majd akkor beszélünk, gyere, jó? Gyere, meg puszillam! Gyere, adj egy puszit! Gyere! Gyere, Pablo! Jó, csak az asszony meg ne tudja! Én ebből kimaradok, oké? Mert, hát puszid már! Na, figyú csak, meddig vagy ma? Most lépek a városba, ebbe a piatba. Ó, és mikor tudunk majd dumálni? Most mondja gyorsan! Igazániból nem tudom, van valami küldetés számomra. Igen, most nem voltál itt a húsüzembe, ugye? Most nem. A Kingsman után kell nyomozni, jó? Meg hogy a csapatba ki a tégla? Nem tudom, esetleg aki átvándorolt tőlünk. Alexander, így van. Igen, esetleg hogyha én őt elkapnám. Az jó lenne. Beszélnék vele, mert viszont... És ide hoznád a húsüzembe? Az nem jó, meg is mondom, hogy miért. Mert ugye ott vannak a többiek, folyamatosan beszélnek, beleszólnának, és úgy nem mondaná el hú de sok infót. Szóval, meg velem más kapcsolatban van, mint a többiekkel. Mi? Szeretgetitek egymást? Mert nem úgy nem vagyunk komisok. Ja, azt hittem. De ugye én bennem egy fokkal jobban megbízik. Meg hát jó barátságban vagyunk. Jó van, intéz, jó? Így, rendben, akkor... Ez a feladat videó, köszi, hogy hívtál. Rendben, én köszönöm. Csá. Na, Mizu? Főnök, tudod ki a köpci? Na, a Vamzer? Na. Az Alexander. Nem nyírtuk ki. Igen, de én kérdeztem. Átmen. Most képzeld el, hogy videó most őt fogja elkapni majd, úgyhogy... Ezzel a nincs, akkor ő intézi, jó? Köszi a tippet, ja, ez nekem is megfordult a fejembe. Főnök, most jutott eszembe valami. Igen. Amikor te nem voltál elérhető a városba, igen. Délután 3-4 fele voltunk határzárat csinálni, ott volt a Szláva, a Tomás, a testvérem. Igen. És ő pont az Alexander jött civil ruhába. Tényleg? És beszólt az egyik próbaidős tagunknak. Tényleg? Te meg kusoljál már el. Oha, nagy lett a szája, amióta nem igen, itt van nálunk. Igen. És ki akartam lőni utána, csak nem találta el a golyót. Aha. És szerintem tuti, hogy ő lesz.
Jó, oké, akkor Vidó elkapja intézés, akkor ki fogjuk hallgatni meg ilyenek, jó? Hát szerintem az összes egy kutya, szerintem. Mm, meg kell ölni őket, jó? Meg lehet szedjet, akkor... Főnök, igen? Főnök, mi... nem tudom, hogy miért rajtam van az iga. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban a... Izé, itt mert... igen, ez mindig te kerülsz szóba, hihetetlen amúgy. Én sem. Viszont akkor jó vagyok, amikor mindenkinek elhozom a fegyvert. Igen, látod? Ilyenek akkor ezek. Akkor én jó vagyok, meg mindig. Bocs, hogy közben szólok. Gyertek igen. Nyugodtan. Nekem csak annyi van, hogy Homis az próbaidős vagy nem? Nem, Homis már dehogy nem, is. Ő már nem. Az étterem óta csak is. Utána elment aludni egy pár hétig. Na viszont megyek akkor. Köszi. Na, jó van felnök. Ezt jó, mondani. Köszi szépen. Viszont akkor lehet darálni? Így van, mivel a nagyfőnök mondta, én ezt nem kérdőjelezhetem meg. Jaj, viszont jaj. Mondtam, hogy ha infókat tudtok, meg ilyenek, azt is jó lenne kideríteni, jó? Oké. Annyi, hogy Flash-el mit beszéltetek? Már nem adom. Joe, én Jokerről beszéltem, ugyanaz a kettő? Az a Flash. Aha. Úgy hát, hívják, hogy Flash. Ott nagyon szabadkoztak, meg tagadtak mindent, és azt mondták, hogy nem akarják félborítani a szövetséget. De viszont ahogy rájuk fogunk lőni, sejteni fogják. Viszont én úgy látom ezt az egész bandát, főnök. Hogy ide szerintem nem is kéne szövetség. Tehát, igen, már elég már sokan így vagyunk, megint, így van. Igen. És ahhoz tudnék viszonyodni, mivel mi is segítünk nekik, mi is ők is segítenek nekik. De viszont nem tudom, hogy vagy vele főnök, szerintem nem nagyon kedvelnéd te se, hogy most elmegyünk oda segíteni, az milyen cink már, mikor elég kemény. Elég kemény, így van, így van. Azért meg kell vallani az őszintét, nem egy rablás jártunk. Főleg ez az Escobar, úgy okoskodott itt, pedig aztán a 7-es hallod, boltból ez kemény volt. Élve jöttünk ki. Így van, kemény volt. Na jól van, ez már így letudva, ez már a múlt. Jó, oké, megyek. Peti, köszönöm szépen, nem. Akkor intézzétek tovább okay, a dolgot, számítok szépen. Rátok. Hogyha most a próbaidősök kapnak fegyvereket, igen. Annyi, hogy egy boltrablást megcsinálnánk velük. Jó, csináljátok, és akkor majd lejelentitek, jó? Meg okay. Valami pénzt szállít. Jó, azt nyomjátok, azt szereted úgyis. Az hárval, jó, oké. Okay. Na, csácsá! Csácsá! Na, mit szóltok ehhez? Ehhez az RP-hez, ez nagyon jó RP volt. Köszönöm, most tapsoljuk meg a srácokat, a moderátorokat, az adminokat, komit, mindenkit. Mindenkit meg kell tapsolni. Úgyhogy jöhettek az e-mail címek, és akkor három kártyát fogunk sorsolni, jó? Oké? Három darab kártyát. Köszönöm a támogatást, a tagságot. Nagyon hálás vagyok érte. Valaki 16 ezres tag lett, ugye neki dedikált nazdon is bőgre fog menni. Úgyhogy köszönöm szépen neki. Három tagunk felajánlott, vagy két tagunk felajánlott a kártyát, és még plusz egy, amit mindig sorsolok. Úgyhogy jöhetnek az e-mail címecskék. Fogynak nagyon a dedikáló kártyák amúgy, de berendeltem jövő héten itt lesz. Úgyhogy ha késnek, akkor bocsánat, jó? De egy héten belül ott van mindenkinél. Jó játék volt ez ma, köszönjük mindenkinek. Jó, a nyertesünk, majd nézzétek vissza, az első nyertesünk az nem más, mint Kolompár Mário. Gratulálunk Máriónak a nyereményhez. Szia, posta címet kérek szépen. Gratulálunk Mário, egy dedikáló kártyát nyertél. Szuper. Okés. A következő nyertesünk az nem más, mint... És az Instagramon van nyereményjáték, ahol GT5-öket lehet nyerni. A következő nyertesünk Pandra Ulta Show. Gratulálunk. Szia, posta címet kérek. Még lett egy új tagunk! Kicsoda! Ki lett az új tagunk? Domi? Ki lett az új tagunk? Azt meg kell nézni. Nem is írta ki. Nem írta ki. Ki van bannó a chatről? Majd ezt meg kell nézni. Domi, írj már rám e-mailt, légy szíves. Jó, live-ban látom, hogy ki lett az új tag. Csak majd írj már rám, légy szíves. Jó, nézzük, az utolsó nyertesünk pedig nem más, mint... Vandlik Péter, de szerintem másik e-mail címet adott meg. Reméljük jó e-mail cím. Jó, oké, gratulálunk. Szia, posta címet kérek szépen. Gratulálunk. Köszönöm szépen a jelentkezést. Visszanézhető lesz a live, remélem élveztétek. Gratulálunk mindenkinek, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a live.
És jönni fogunk a folytatással, jó? Oké? Lesz majd rep, jó? A hétvégén, jó? Oké? És mennem kell, 45 van. Köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk live-ba, jó? Holnap live, meg szombaton a szülnapomon is. Jó éjszakát! Sziasztok! Hello, bello! Hello, bello! Mi ez az integetés? Hello! Hello, hello, hello! Köszönöm a moderátorok munkáját. Puci, puci, pucok. Hello, hello!